Köszöntök minden egyes hallgatót és nézőt, ez itt a Játékosok Podcast első része, a mikrofon mögött pedig itt van. Fejen 92. És Rapido. Üdv. És Lacsek vagyok. Üdvözlök mindenkit. Sok szeretettel. No, akkor az első részben mi ugye felvetettünk három témát, mondhatni most ugye az első témánk a Carmageddon széria, amiről beszélni fogunk. Hát ugye a játékról ugye mit tudni, hogy ugye hát ez 97-ben ugye elkezdődött, amit ugye az tényleg lesz összerakott, ami egy, és tudom már, minek nevezik, egy ilyen Car Combat játéknak. Tehát ugye hát volt ennek a játéknak egy kis vízhangja. És megosztó volt, igen. Megosztó volt, igen. És ugye itt a nem tetszés, és nagyon kifejezték, ugyanis ugye központba helyezték azt, hogy ugye embereket kell ölni. És ugye azért ez a, mondhatni, hogy a népnek ez úgy nem igazán jött be. Tehát van, amelyik ugye persze ugye elveszte, mert hát ez ugye ez csak játék, de van, aki nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy ez viszont egy marha egy brutalitás, ami a játékban történik. Hogy nem igen. Tudom, mit gondoltak róla, hogy azért... Hát én amiket elolvastam róla, hogy Németországban, illetve az Egyesült Királyságban például úgy oldották meg, hogy bár ki tudják adni a játékot, de az embereket vagy robotokra cserélték ki, vagy pedig zombikra, vagy ilyen alienekre, nem is tudom pontosan mire, és akkor ugye a vérnek a színét is megváltoztatták, az alieneknél volt zöld, a robotoknál pedig hát ez az olajszínű, ilyen sötét, barnás, feketés. Én mondjuk a robotossal nem is találkoztam. Zombis volt a másik, azt tudom, azt láttam. És igen, ugye nekik ilyen zöldes volt. Tehát, hogy igen, ugye csak ennyi volt mag, konkrétan a kicserélés, amit létrehoztak. De volt, azt hiszem, hogy csináltak egy olyan teljesen más verziót, méghozzá Nintendo 64-re, hogy ott is teljesen csak zombik voltak. És ez egy külön játék volt. Azt ki is próbáltam, igen, hát az mondjuk nekem annyira nem nyerte el a tetszésemet. De ha jól tudom, az meg teljes egészében a Carmageddon 2-re alapszik. Igen, mert azt valamikor utána készítették el, amikor a Carmageddon 2-t, meg ugye a PS1-es változata is valahogy úgy jött ki. És azt is úgy csinálták meg, hogy volt, amikor emberek voltak benne, de aztán meg ott is aztán zombikkal helyettesítették. Ha jól tudom, de ebben nem vagyok annyira biztos benne. Viszont amennyire nézhetjük, hogy ez azért a Carmageddon sorozat, ez egy eléggé egy konkrétan eléggé híres játék lett, hiszen mostanság, meg sőt mostanság, hát már április 23-án itt lesz a Carmageddon Reincarnation teljes változata. Ami, hát így van. Amiről azt tudom mondani, hogy ugyan én még tegnap játszottam vele, mondom, még beta verzióban van, és még annyit tudok mondani, hogy azért hát a grafikán kell még valamit optimalizálni, mert eléggé szaggat. Sőt, meg is mondom nektek, tehát milyen minimum gépigénye van. Hát ilyen komplet erőmű kell hozzá valószínűleg. Igen, eléggé durva erőmű kell, tehát itt látni, mert közben nézzük, akkor látják meg, akkor elmondom, hogy, és ez minimum, hogy Windows 7 64 bites rendszer kell, viszont Intel i3-as és 3,1 GHz-esnek kell lenni, 4 GB RAM, valamint 1 GB-s videókártya, ami DirectX 11-et támogat, és az a minimum, tehát csak 11-es lehet. Itt is írja, hogy nekem AMD videókártyám van, de hogy itt HD 6000-es szériát ír, nekem meg 7000-esen van, mégis érdekes mód szaggat. Akkor lehet, hogy megvan miért, és szaggat annyira. Hát mondjuk én izéltem azt, hogy mondom, mert most volt frissítettem a drivert a videókártyának, és ezért most a maga a driver az nem teljesen egy olyan jól működő dolog, mert néha YouTube-on is észreveszem, hogy beszaggat, meg kicsikét elmossa a képet. Hát csinál ilyen eléggé durva furcsaságokat vele. Viszont igen, tehát ugye ezt tavaly márciusban, ha jól tudom, akkor tették hivatalossá, hogy van. Akkor volt alfa verzióban, ami azt kell mondjam, hogy amikor én is játszottam vele, hogy teljesen ugye az első részt csinálták meg, egy-kettő újítást ugyan tettek bele, amit jól meg is csináltak.
Nem tudom, hogy mondjuk így nektek, hogy így, vagy esetleg egy videóban, hogy láttátok, hogy Hát én mennyire ez. megmondom neked őszintén, a Reincarnation-nel kapcsolatosan nem nagyon néztem még videókat. Én ugye a régebbiekkel foglalkoztam, tehát nekem a legutolsó Carmageddon, amivel játszottam, az a TDR 2000 volt, amit egyébként az az egyetlen egy része a sorozatnak, amit nem a Stainless Games csinált. Igen, ezt mondjuk, ezt én volt, láttam, hogy azért egy-kettő, hát, hogy is mondjam, tehát megvolt ugyanaz a hangulata, ami ugye az eddigi részekben is volt, viszont azért egy-kettő plusz dolog, ami viszont nem Stainless-es volt, azért benne volt. Amúgy ezen gondolkoztam, hogy mondjuk, hogy ugye ki van írva, hogy te TDR 2000, abba belegondoltatok, hogy szerintetek ez mire utal? Hát én igazából nem. Meg amúgy a Carmageddon sorozattal se annyira foglalkoztam eddig. Nekem pedig úgy valahogy kimaradt a életemből ez az egész. Érdekes módon. Egyébként meg szerintem a Death Race 2000 című filmre gondolsz. Igen. Mert hogy konkrétan ugye voltak utalások, hogy a Mad Max és a Death Race 2000 inspirálta, hogy megalkossák a játékot, és ebben van valami, bár inkább jobban hajaz a Death Race-re. És szerintem itt is pont ez az, hogy a TDR 2000, ez pont annak lenne az utalása, hogy The Death Race 2000. Meg lehet. Viszont abban csak egy dologra tudok emlékezni, volt egy ilyen nagyon furcsa jármű, amely gyakorlatilag egy ilyen famókust kerékre hasonlított. Valahogy nekem csak ez az egy maradt meg azt abból a játékból. Azt mondjuk én nem láttam. Nem, mondjuk igen, nekem még a TDR 2000 az kimaradt, mert én még csak a első két résszel játszottam vele. Meg ugye most a Reincarnation-nel. Az utóbbi időben egyszer szerettem volna vele játszani, és az első pályát meg tudtam vele csinálni, benne csinálni, és utána valamiért kifagyott a játékhiba üzenettel. Ja, most nézem ezt a mókuskerekes autót, tehát itt Google-on rákeresek. Tehát itt is van a kép, ezt majd akkor leírásba linkelem a képet. Tehát igen, elég érdekes azért, meg kell mondjam. Meg hát azért, ha úgy nézzük, tehát azért a főszereplő autója is már hányszor volt átalakítva. Hát ahány rész volt szerintem. Igen, tehát ahány rész, mert ugye hát az első, meg a második között, tehát ugye lehetett látni, hogy jó, persze megmaradt ez a piros-fekete festés, de hát azért érdekes módon, hogy a kinézetén kétszer alakítottak. Egyébként csak, hogy visszakanyarodva oda, hogy ugye mennyi kritika érte a játékot, nagyon érdekes, hogy például Ausztrália az nagyon ilyen visszakozós ország szokott lenni, tehát nagyon sok játékot onnan kitiltottak, mert hogy túl agresszívnek ítélték meg, és ehhez képest ez a játék meg simán átment a rostán. És például Brazíliába meg teljes egészében levették a polcokról. Sőt, azt hiszem ki sem lehetett ott adni ezt a játékot. Erről én is hallottam. Wow. És egyébként nem is értem, hogy egy ilyen játékkal kapcsolatban miért ekkora cirkusz, ugyanis most jó, embereket ülnek benne meg minden, de tulajdonképpen a brutalitás azért szerintem az emberhez valamilyen szinten hozzátartozik, már csak a történelmet is nézzük. És hogyha még hozzáveszük, hogy ez egy virtuális világban történik, akkor nem értem igazából, hogy miért kell akkor a felhajtást csapni. Most lehet mondani, hogy jó egy-két ember megbolondul, és emiatt elkezd jölni a többieket, de az már szerintem alapból is egy őrült ember lehet. Mert hallottam a Doom-mal kapcsolatban, hogy volt, akinek annyira megtetszett ez a játék, hogy lemészárolt a iskolában lévő embereket, vagy valami ilyesmi volt. Erről meg én nem hallottam. Az is eléggé durva. Tehát mondjuk igen, azért ezek is, tehát ugye ezek a teóriákat összerakni, hogy most már, hogy izé embereket öl, meg autóval, tehát hogy konkrétan amikor kimászkálnak az utcán, de hát ugyanilyen a GTA is. Igen. És például... Sőt, a Wolfenstein is már gyakorlatilag ilyen igen, volt. Igen, ugye meg az is ilyen volt, és érdekes mond mégis ugye ezeket, jó, ugye néhány országban igen, tehát tiltják, de még azért jó pár helyen ezek megvannak. És el lehet őket adni, meg lehet őket venni. Úgyhogy ilyen téren igen, a Carmageddon is eléggé egy furcsaság, hogy ezt a játékot is miért kritizálták ennyire, holott nem volt különb. Meg hogyha azt veszük, akkor már csak azért se jogos igazából, hogyha még manapság nézzük a kritikákat, mivel születtek manapság olyan játékok is,
akár nézzük flash játékokat, vagy kiadott játékokat, amelyik tényleg a embernek a tűrés határán is akár túlteltek, mert olyan gusztusan elemeket raknak bele, amik azért visszataszítóak tudnak lenni, például a Postal 2-ben lehetnek ilyen elemek. És az vagy is már mikori. Igen. Vagy egyáltalán olyan dolgok, amit az ember már nem tud így elfogadni tulajdonképpen. Meg két dolgot tennék ebben, az egyiket a játékhoz, a másik csak így ilyen kitekintő, úgymond, hogy ez a hallgatóknak is szólt, tőleg nektek is, hogy mivel én most idekint tevékenykedem Szlovéniában, és olyan albéletben lakok, ahol többen vagyunk egyszerre, ezért időnként lesznek majd háttérzajok, amiket nem én generálok, ezért így előre is elnézést kérek. A másik viszont a játékhoz kötődik, hogy ugye mennyire fontos az aláfestés, a hangulatelem, mint mondjuk a soundtrack, hogy a Carmageddon 2-nek nem más, mint az Iron Maiden csinált soundtracket, tehát, hogy kicsit ilyen zúzósabb zenére öljük az embereket. Hát mondjuk, ha úgy nézzük, igen, ugye, mert itt is, tehát a Carmageddon 1-ben meg például a Fear Factory-nek volt, ugye ez, amit le sokszor hallani, az a nem is tudom, az a megszokott zenéje, tehát ami ilyen remix formában, tehát az is ugye, nem is tudom, tehát a Max Pack-kel jött ki, ahhoz, hogy soundtracket rakjanak bele. Tehát azért, hogyha mondhat, azért, tehát úgy nézzük, nem is tudom, tehát még a... Nem is tudom, TDR 2000-ben volt is izé, tehát volt, amelyik ilyen előadó csinált zenét? Hát, megmondom neked őszintén, nem emlékszem rá. De mondom, azzal játszottam talán a legkevesebbet. Tehát nekem így a TDR 2000-ről egyszer-kétszer megnéztem, el voltam vele rövid ideig, de én mindig úgy voltam vele, hogy hát nem ezzel játszok, inkább hanem visszatérek a legelsőhöz. Tehát azzal rengeteg időt el tudtam ütni. Én emlékszem, 2003-ban ismertem meg a sorozatot annak idején, és emlékszem, így bátyám hozott nekem 3 játékot karácsonyra, és ez volt az egyik, a Need for Speed Hot Pursuit volt a másik, mármint hogy a Need for Speed 3, nem az újabb, kizárásos alapon, illetve az Unreal. És ezt próbáltam ki először, és annyira megtetszett, hogy másik kettőt azt így félre is dobtam gyakorlatilag, és aztán másnap kezdtem el vele foglalkozni, csak hogy aznap csak ezzel játszottam. Igen, mondjuk nekem is, tehát ugye ez volt az izé, hogy amikor láttam, hogy, tehát, hogy van ez a játék, akkor én is ugye néztem az első részét, és ez az érdekesség, hogy, tehát, hogy azért 97-ben, tehát kijött egyszer Windowsra is, meg ugye DOS-ra. És azért mennyire, igen. És ugye azért ha úgy nézzük, tehát 97-ben azért DOS-ra kiadni már hogy eléggé fura volt, ha már 95-ös Windows-on azért elég szépen futott, és azért már úgy rendelkezett azért, hát már rendesebb grafikával DOS-on. Egyébként én meg megnéztem a Stainless Games-nek a listáját, hogy milyen játékokat csináltak még, hát és így néztem, mondom, ezeket egyiket se ismerem valahogy. A Carmageddon sorozatot az egyetlen, amit így tőlük sikerült megismerni. Igen, mert érdekes mód, ugye, tehát a Stainless az inkább a Carmageddonról volt híres, nem inkább a másikról. Tehát más-más játékról. Megmerem kockáztatni, csak ettől volt. Igen, tehát igazság szerint ugye itt nagyobb volt a kereslet azzal, hogy ugye a Carmageddont eladták. Mert ez érdekes mód, ez ugye sokkal jobban robbant, mint az összes többi játék. Lehet, hogy a negatív reklám is, ugye mindig szokták mondani, igen. A negatív reklám is, mert az ingyen van. Ez annak idején bevált a rémrendes családnál is, hogy nagyon sok rosszat terjesztetek erről, és utána kezdték el többen nézni, és szerintem a Carmageddonnál is valami ilyesmi volt, hogy hallották a botrányokat, és akkor azt mondták, hogy hú, ezt lehet, nekik is ki kell próbálni. Erre tudok gondolni. Igen, tehát ezért lehetett ennyire népszerű. Igen, mert ugye hát azért, ha úgy nézzük, a botrányok azért mindig jobban felkapják az ember érdeklődését. Hát az mindig, igen. Ez manapság is tökéletesen igaz, meg létező dolog, hogy a negatív reklám is reklám, és filmek esetében nézettséget, játékok esetében pedig vételt hoz, ugyebár. Hát, vagy letöltést, ugye attól függ, hogy már... Igen. Az túl sokat nem segít a gyártókon, meg a kiadókon.
hogy ők azt nézik elsősorban, hogy hány példányt vettek meg a játékból. Mondjuk az ilyen letöltések ellen próbálkoznak is védekezni olyan módokon, hogy a játékmenetet próbáljuk meg befolyásolni. Igen, igen, ezzel volt ilyenbe belefutottam, ilyen hasonló, hogy ilyen, tehát konkrétan csak azért, tehát a single player-t kuherálják meg, tehát hogy úgymond csinálnak egy ilyen zárat, ne tud aztán tovább vinni, és ilyen volt a, hát nem is tudom, egy Prince of Persia-val játszottam, 2017-et, mikor annó kijött, hogy kipróbáltuk nővéremmel, és egyszerűen az volt, hogy nem bírtunk tovább menni, hanem olyan hülye helyre rakott, ahova nem lehetett sehova sem menni. Úgy néztük, hogy milyen, az volt az, hogy konkrétan csináltak egy ilyen zárat. Az igen. Én is persze ezzel a Mirror's Edge-be találkoztam, mert ott van, hogy valamelyik pályától kezdve annyira lelassítja ugyebár a játékost, a játék, hogyha tört verzióval játszik, hogy ugrásokat nem tud végrehajtani, vagyis nem tud tovább menni a pályán. Wow, ez is érdekes. Egyébként én arra leszek majd így a Carmageddon-nak a legújabb változatára, vagy verzió kíváncsi, hogy itt is majd mikor fogják az embereket lecserélni zombikká, mert ez eddig az összes résznél így volt, hogy... Na igen, hogy ezen gondolkoztam. Mindig lecserélték, még a TDR 2000-ben is, az összesbe eddig. Na igen, ez az érdekesség, hiszen manapság most már annyira elenyésző ez, hogy mert ugye a GTA-t is hát szabadon engedik, akkor Carmageddon-t miért ne? Hát mondjuk, ha a Manhunt-ot kiengedték, akkor ezt... Meg ha a Manhunt-ot, meg a Portal 2-t, meg ilyeneket. Tehát ha ezek is ilyen problémák nélkül, tehát cenzúrázás nélkül tud mai napig futni, akkor szerintem a Carmageddon az annak konkrétan az is röhögve ad. De vajon az miért lehet? Ezen gondolkodtam ma, hogy így néztem a Carmageddon játéklistát, hogy az elsőt adták ki 97-ben, nagyon gyorsan jött a második 98-ban, a TDR 2000 az értelemszerűen benne van a címében 2000-ben, és utána szünet. És most jöttek vissza ezzel a Reincarnation-nel. Tehát, hogy így kiesett 15 év gyakorlatilag. Hogy pont az, hogy a TDR 2000 már nem hozott akkora sikereket, mint ugye az első rész, és úgy voltak vele, hogy talán egy darabig pihentetni hagyják a dolgot. Na most erre kíváncsi leszek, hogy ez bejönne, mert például a Duke Nukem-nél nagyon nem jött be. Igen, ugye ez is érdekes, hogy ugye... Meg a Postálnál se. Hogy ugye a Duke Nukem ugye a 3D-nél volt ugye nagyon híresebb, felkapottabb, és utána ugye megcsinálták a Forever-t, és azt mondták, hogy hát azért ez nem az, amire vártak. Igen. Igen, a Postál 3 is olyan kritikákat kapott, hogy... Mindenki várta, hogy majd, hogy ha a kettő ilyen volt, akkor mit tudnak majd a háromba összehozni, és tehát csak néztek az emberek, hogy sikerült ezt ennyire rosszul megcsinálni. Igen, eléggé negatív visszhangok voltak a Postál 3-val kapcsolatban, na csak kinyögtem valahogy. És én tulajdonképpen csak videót néztem magáról, hogy hogyan indul a játék az első. Nem tudom, hogy ott küldetések vannak-e már, vagy napok. Igazából ezt nem tudom. De már maga az egésznek a megoldása annyira furcsa volt, hogy nem is hasonlított a Postál eddigi részeihez. Meg olyan hektikus volt szerintem az egész. Hát a Postálnak az összes része másképp néz ki. Az egyik ilyen izometrikus volt, a legelső, utána jött ez az FPS nézetes, és utána a harmadik pedig ez a TPS nézetes. A játékmenet is furcsa. Ráos az előzőekhez képes nézve. Ilyen alapon azt gondolkodom, a Carmageddonban milyen ötleteket lehetne még így betenni, ilyen felülnézetest esetleg. Hát én most ugye néztem, tehát ugye annyi, hogy ugye teljesen, tehát ugye felújították egyrészt, ugye újraalkották az autókat, akkor ugye a környezetet, azt is, tehát azért is érdekes, mert hogy tehát ugye láttam ugye a környezetet, hogy annyira sűrítve meg van csinálva, hogy van ott roncsautó, dugig van házzal, villanyoszloppal, meg ugye meg van csinálva ugye a fényeffekt is, tehát marha jól felújították az egészet, csak még ugye a grafikát azt egy kicsikét még úgy optimalizálni kéne, mert van amikor betölti a
az objekteket, akkor ugye szépen simán fut akár 60 FPS-en is. Viszont amit még nem tölt be, akkor hirtelen lelassul a játék, tehát szakadozik. De ugye nem azt csinálja, mint a Rage-be, hogy fordulsz egy mondjuk 5 fokot, és akkor látod, hogy a textúra betölt. Azt hiszem nem. Tehát, hát igen, és ott elég durva pop-up van. Azt hiszem, tehát nem úgy, hanem annyi izé, hogy betölt, tehát hogy amint ugye versenyben vagy, akkor úgy nehezen ugye első körben töltögeti be a pályát. Utána már szépen simán fut. Akkor csinálja még egyszer, amikor egy másik versenyre mész, és tölti be a pályát. Akkor szakad megint az első körnél. És te ugye kipróbáltad, azt mondtad, ugyanazok a pályák vannak benne, amik a legelsőbe, tehát hogy tényleg ennyire követték a legelsőnek a vonalát, vagy más pályákat tettek bele? Ugyanazok vannak benne. Ugyanazok. Ugyanazok, csak akkor teljesen az felújítva. Tehát tettek bele HD textúrákat, tehát már annyira HD, hogy majdnem tett látni, lehet, hogy azért úgy éles. Uh-huh. Tehát ilyen jó. Akkor ezzel nem fognak nagyon mellélőni, tehát ezt áprilisban ki fogják adni, szerintem ez megint ellátják magukat. Igen, tehát jól összerakták, csak annyi izé, hogy a grafikát kéne még tényleg tehát annyira optimalizálni, hogy ne legyen ilyen baki benne. És tulajdonképpen a grafika 2015-ös viszonyokat nézve az mennyire tekinthető szépnek? Hát, ha úgy nézzük, akkor már inkább mondom átlagos grafikának, tehát most már így az összes többi játékot nézve, tehát annyi, hogy tehát ami tényleg jobban meg vannak csinálva, a fényefektek. Tehát néztem ugye egy-kettő, tehát ami havas pályát is, tehát annyira durván meg van csinálva, hogy így néztem, hogy azért az már igen. Tehát, hogy annyi fényefektet maximum, tehát a id szoftver rak össze más, hogy mit tudom én, tehát ugye ezek az Unreal Tournament, meg az ilyen mostanság már előjövő újítások. És ott itt is, tehát azért látni lehet, hogy azért úgy durván foglalkoznak vele. Uh-huh. Akkor gondolom ez valami új fejlesztésű motorral mehet, és azért ilyen optimalizálatlan még. Hát lehetséges, tehát nincs kizárva, tehát elég egy olyan, nem mondták meg, hogy milyen motorral dolgozik benne, tehát biztos, hogy elég egy saját fejlesztésű dolog. Uh-huh. Viszont, hogyha új motort csináltok ennek a játéknak, akkor én nem tartom kizártnak, hogy még egy folytatást rá akarok építeni, mivel hogyha csinálnak egy új játékot, akkor szerintem, hogyha egyetlen egy visszatérésre csinálnak, akkor nem terveznének be új motort elkészíteni. Még egy Carmageddon 2 HD-t esetleg? Ki tudja. Hát mondjuk igen, ez egy jó kérdés, mert most így is ugye ezt teljesen újra értelmezik, ezt a Reincarnation, mert ez teljesen az első rész. Annyi, hogy tettek még egy-kettő kicsi plusz cuccot bele, tehát itt ilyen power-upokkal kapcsolatban van valami plusz újítás, meg játékmódok vannak még pluszban. Tehát nem az a szokványos, tehát benne van az a szokványos is, hogy vagy végigmész a pályán ugye 3 kört megcsinálsz, vagy ugye végigmész az embereken, vagy az összes autót összetöröd, ez megvan, de vannak még mellette plusz más játékmódok is. Egyébként csak dicsérni tudom őket, mert szerintem egy ilyen műfajú játékból, vagy ilyen típusú játékból azért elég nehéz folytatást csinálni. Tehát, ugye nagyon nagy sztoria nincsen. Ne tehát jön. Nem lehet arra építeni, és akkor utána így elkezdeni ezen gondolkodni, tehát az nagyon jó fantázia kell ahhoz, hogy az ember gyorsan meglássa azt, hogy milyen pluszokat tegyünk bele, ami még javára válhat a játéknak. Egyébként ezzel kapcsolatban én úgy gondolom, hogy a sztori már egyre kevésbé fontos egy játékban, főleg, hogyha megnézzük, hogy mekkora a tulajdonképpen az ilyen végtelen játékoknak a kedvelői köre, ugyebár. És tulajdonképpen az ilyen játékok, amiknek nincs is vége, azok már vannak olyan közök, amik már több mint 10 éve aktívan ottak a játékvilágban. Igen, például a Far Cry-t azt szerintem nyugodtan ide sorolhatjuk, az 2003-4 óta van már, de lehet, hogy korábban, ez lehet, hogy hülyeséget mondtam ezzel, egy korrekciót kérek esetleg a hallgatóktól, akik ebben jobban benne vannak. Meg úgy gondolom, hogy most már egyre inkább a grafikára tesznek rá tulajdonképpen a fejlesztők is, tulajdonképpen azért, mert én azt tudom elképzelni, hogy a gyártóknak is fontos az, hogy
minél újabb hardvereket csináljanak, és abból minél többet adjanak el, ugye jó drágán, és ezért. És ezt tulajdonképpen gondolom alkalmazkodni is akarnak valamilyen szinten a játékfejlesztők, mert gondolom azért van valamilyen támogatásuk a gyártóktól. Biztos, tehát igazság szerint, tehát nem hiába, igen, tehát ugye ez az izé, hogy ugye nagyon a grafikára utaznak, és pont az, és azért is vannak ugye mindig ezek a hatalmas gépigények is, mert konkrétan ugye biztos, hogy ugye, tehát ugye támogatják, tehát ugye az AMD, meg Intel, meg ugye ezek, tehát most is itt ugye, tehát ugye ennek is ugye a Reincarnationnek is mondjuk eléggé durva, hát még így mondhatni, hogy durva, de most már lassan megszokott, mert így is, most is, tehát Ubisoft játékokkal találkozok, amelyik már i5-ös processzor kér minimumnak. Rossz, bár mondjuk ezek nem új keletű dolgok, hát emlékezzünk vissza 2007-ben, amikor a Crysis-t kiadták, hogy igen, alig volt gép szerintem, sőt, megmerem kockáztatni, hogy nem is volt olyan gép, ami normálisan elfutott volna ultra grafikával, vagy ultrával szerintem magas textúra minőséggel sem. A Crysis-szal kapcsolatban van egy nagyon érdekes észrevételem. Nekem Xbox-ra van meg ez a játék 360-ra, és van benne egy olyan achievement, amit úgy neveztek el, hogy Ken, ha jól tudom, can your computer run it, vagyis hogy egyáltalán elfuttatja a géped, és hogyha már gondolom, hogy Xbox 360 az öcsében megvan, akkor PC-n is. Meg szoktak ezek általában lenni. Majd ennek utána nézünk. Amúgy most, most nézem, amúgy, tehát hogy a Reincarnationben mondjuk annyi achievementet raktak bele, tehát hogy azért, tehát hogy foglalkoznak azért rendesen ezzel a játékkal. Tehát most is mondjuk itt nézem, hogy februárban is már 3 achievementet összetettem, tehát és még azt hiszem csak még alfában volt a játék. Azért úgy mennyire nézem, elég ugye terveznek achievementeket belerakni. Tehát most egyelőre 30 achievement van összesen. De még mire majd a teljes változatot addig még lehet, hogy belepakolnak egy 20-at. Most sincs kizárva, igen, mert lehet, hogy utána csinálnak, hogy mit tudom én, tehát ugye frissítést, és akkor tesznek bele plusz cuccokat, vagy hát vagy ugye DLC-t, amit szeretnének eladni. Tehát, én plusz autó gondolom majd igen, ezek lesznek. Ha lesz DLC, akkor ez lesz. Igen, hogy valami plusz kitalálást ugye raknak bele. De egyébként van ilyen achievement, hogy mondjuk mészárol le 1000 embert, vagy valamennyit, tehát ilyen meghatározott számú járók előtt? Pont azt keresem, hogy milyenek vannak. Hát például van ilyen, hogy 100 embert kell kinyírni egy bizonyos versenyben. Tehát egy bizonyos versenytípusban. Egyébként pontosítom, mivel a Crysis 2-be találkoztam ezzel, és a hivatalos Xbox Achievement oldalon pont ez van legfelül, majd a leírásban ki is lehet rakni esetleg. Azzal név, hogy Can It Run Crysis. Pont az első. Igen. Ugye a Crysis 2-nek, ha jól tudom, van egy ilyen bevezető, ugye tulajdonképpen, ami nem is egy videó, hanem egy tulajdonképpen, ezt nem tudom, hogy hívják igazából, mert egy ilyen demo? Nagy... Lehet. Amit igazából a benchmarkoknál szoktak általában futtatni talán. Valami olyasmi, hogy élőben a játékból van az egész, nem videó, nem egyebek, és az úgy normálisan leforog. Ja, ilyen kis filmre gondolsz, hogy... Lehet, csak így nem videó alap. Átvezető igen. Videó? Nem videó, hanem konkrétan a játékban van benne. Amúgy most nézem, hogy van ilyen titkos achievement, hogy speeding ticket. És ez pont az a izé, hogy úgymond túl kell lépni a sebességet 10 kameránál. Igen. Hogy eszembe jutott, de nem szerettem a rendőröket abban a játékban. Egyrészt, hogy mindig ott víjogtak a pálya 3/4-én, ami egyrészt idegesítő volt, másrészt nem lehetett az ő autójukat soha büdös életbe elpusztítani, tehát bármit lehetett velük csinálni, csak úgy tudtam tőlük megszabadulni, mondjuk így a vízbe így belöktem őket. Italian job. Kávé. Igen. Jó, ott is igazából ilyen rendőrautónak át ez a tankokkal mennek. Igen. És egyébként milyen érdekes, hogy mind a két játékot az SCI adta ki.
Ez mondjuk igen, ez is érdekes, mert hát, vagy hát... Kis összefonódás. Igen, mert ugye hát, ugye itt a Carmageddont, ugye kiadtál, de ugye az olasz meló, ugye az, azt is, ugye azt meg Rockstar csinálta. Hogy azért, meg nem is tudom, tehát azt hiszem, nem is tudom milyen játékokat adott még ki. Ugye ezt az a kettőt, SCI Games. Igen. A Constantine nevű játékot. Az is filmadaptáció, tehát úgy veszem észre, hogy az SCI Games az ugye erre ment erre a vonalra, hogy általában adaptáció, na, játék, filmek játékadaptációit adták ki. Uh-huh. Itt annyira nem akarja behozni itt a Google-n a gyártót. Hát nézd meg esetleg Wikipédián, vagy valahol, ahol biztos, hogy találsz egy szócikket. Hát most itt hozod be, de például ez a Reservoir Dogs, és ami 2006-os. Ah, Reservoir Dogs, igen. Igen, akkor ugye a Conflict Desert Storm, a Star Trek Pinball, ez is. Úgy ugye említik a Carmageddon 1-et. Hát azért itt van, és még nem is tudom, hát most egyre nem sokat hozott be. 9-et. Egyébként így visszakanyarodva még a Carmageddonról a beszélgetés elejére, hogy tulajdonképpen, hogyha még zombitesítik tulajdonképpen a embereket, azért még ott marad a brutalitás meg az, hogy mészárolni kell tulajdonképpen. Úgyhogy nem nagyon látom igazából az értelmét ennek, hogy lecserélték. Na várj, mert ez olyan mondhatni olyan dolog, hogy hát ha úgy nézzük, a zombi. Tehát ugye a zombi az mi, az már meghalt. Azzal úgy nagyon az ember nem foglalkozik. Tehát igen, elég érdekes, hogy ugye már hát itt is egy akkor zombikat darálsz le, de hát már igazság szerint a zombiknak úgyis mindegy. Meg a robotokat, igen. Meg tehát robotokat. Senki nem szólalt fel értük. Annak igen, tehát azt lehet arra azt mondani, hogy az cenzúrának bőven elég. Én amondom vagyok, alapítsunk meg egy ilyen csoportot, és emeljük fel a hangunkat ez ellen, hogy direkt így Németországban, meg Nagy-Britanniában kicserélték ormótlanul karaktereket, és robotokat, és zombikat kellett. Olyanok legyünk, tulajdonképpen olyanok legyünk, mint a GTA sorozatnak. Van egy nagy ellenzője tulajdonképpen, most nem tudom pontosan nevét, de tulajdonképpen kampányolt is, hogy tiltsák be ezeket a GTA játékokat az országokban, meg hogy a Rockstar Games így... Akkor eléggé fölbosszantotta magát. Igen. Tulajdonképpen nagy utálója annak a sorozatnak az az emberke. Utána is nézek, hogy ki ez pontosan, mert nem jut eszembe a neve. Istenem, én se szeretek minden játékot, de azért így nem kezdek el azon gondolkodni, hogy petíciókat nyújtsak be a nem tudom én milyen hivatalokba, hogy már pedig ezt a játékot ebből az országból, meg ebből az országból, sőt mindenhonnan vegyék a polcokról, mert igen, ez elég erős túlzás. Az ördög műve. Hát ez egyetéren egy elég erős túlzás, hogy ilyeneket összerakni. Tehát hogy így is, tehát hogy mi értelme. Tehát ez a, igen, egyrészt érdekesség, hogy ugye, hogyha brutális játékokról van szó, tehát itt is ez a... ugye hát mit hoznak föl? Már hogy konkrétan ennek következménye lesz. De hát ez nem teljesen igaz, mert gondoljunk bele, hogy tehát én is 2000... Hát amikor 2004-ben megjelent a GTA San Andreas. Azzal például én voltam akkor... hát olyan általános iskola negyedik teljes. Az olyan év, 10 éves voltam. És akkor érdekes mód azért mégsem vagyok erőszakos. Tehát nem fordul meg ilyen a fejembe, hogy most kimenjek az utcán lövöldözni. Igen. Ezért mondtam azt tulajdonképpen, hogyha valaki ez meg is teszi, akkor már alapból gond van az ott belül. Igen, mert igazság szerint akinél ez kijön, az vagy odáig vezethet vissza, hogy a gyerek korában történt valamilyen incidens. Mit tudom én, tehát ugye családon belül, akár. Igen, molesztálták, megverték, stb. Ugye vannak ilyen úgymond szokásos dolgok, amik így mindig visszavezethetők. Vagy nagyon rossz volt a családi háttere, az apja alkoholista volt, az anya kábítószeres, meg a mit tudom én, mindig igen, van. Mindig valami ilyesmi van általában azért a háttérben. Igen, tehát ami ugye traumát okoz a neki, és ugye az így még a jövőben is előjön. A GTA-nál volt, emlékszem, még a legelsőnél, ezt nem tudom, hogy utána miért nem folytatták,
még ezt is csak hallottam, hogy az első résznél volt egy a kis hozzátartozó kis füzetbe, azt hiszem, vagy a térképre. Valahova az a lényeg, hogy föl volt vázolva, hogy azokat a azokért a bűntényekért, amiket te a játékba elkövetsz, hány évet kapnál a való életben? Ja, hát igen, hogy ezért megfontol, hogy most te azt meg akarod valóságba csinálni, vagy inkább... Igen, tehát az a nagyon jó hülye gyerek, hogy itt robbangatod az autókat, de a való életben, ha ezt csinálod, akkor 20 évre mész a börtönbe. Hogyha valaki megteszi, akkor úgy érdekli ez. Ja, hát persze. Hát mondjuk igen, amelyik olyan pihópata, hogy megcsinálja, akkor persze az aggódjon vele, hogy hát jó volt. Ez majd egyébként egy jó téma lesz egy későbbi podcastnek. Igen. Igen, úgyhogy ezt majd vesézzük majd ezt a GTA-t is majd. Na, hát is, meg a pszichológiai hatását. Meg igen, ugye a pszichológiai hatását. Na, hát... nem is tudom, még ugye a Carmageddonról nagyon már utána nem igazán tudunk mit mondani. Szerintem az összes húst lerágtuk erről a csontról. Igen, mert igazság szerint most ugye annyit tudunk mondani, hogy most hát április 23-a, most megjelenik akkor majd a teljes játék, én is majd akkor tudok róla azért több véleményt mondani, hogy nem a játék. Na most így is most láttam ugye, hogy story mode már azért van, csak még nem tudtam eldönteni, hogy na most az a story mode, mi lesz, hogy most még fogják javítani, vagy az ami. Lehet, hogy azzal is az lesz, hogy hosszú időn után kiadnak egy új játékot, és utána adják ki a hetente a patch-eket rá. Ja, hát mondjuk azért nem kéne abba a hibába belefutni, ami volt még a GTA 4 esetében csinálták meg, de hát arról is csak annyi, hogy ugye az felkészen jött ki, mert csak időszorította itt meg, de azért volt nekik idejük, mert így is tavaly márciusban már egy éve, hogy kiadták, Steamen, tehát elérhetővé tették alfa verzióba, és ez egészen februárig volt, most februárig volt alfa verziós, és most márciusban meg béta. Tehát így is, és ugye azért az egy év alatt tudtak vele mit csinálni. Még ez mindig jobb, mint volt olyan játék, amit például ha nem patcheltél, nem tudtad végigcsinálni, mert azt hiszem, hogy vagy valami hibaüzenet jött ki, vagy valami olyan dolog történt ott a játékban, ami miatt megcsinálhatatlanná vált. Egyébként ez is egy elég érdekes téma lehet majd később, hogy vannak olyan játékok, amiket tulajdonképpen a játékosokat hívják, hogy teszteljék le így kiadás előtt. Általánosában ezt meg ingyen megtehetik akkor. Van egy-két játék, ahol már nem. És hogy ez mennyire jó ötlet tulajdonképpen. Hát itt is, mondjuk, itt is mondjuk az volt, hogy mondjuk itt nem ingyenesen, hanem megvehetted, tehát 25 euró még most is ott tart az ára. De annyi az izé, hogyha találtál benne hibát, akkor azt le lehetett jelenteni, hogy mi a hiba, mit kell, és akkor dolgozni, hogy nem kelljen. Milyen jó lenne egy olyan, hogy minden egyes észrevett hibáért $1 kapsz, és akkor így milliómos leszel, mert annyi van benne. Ja, hát igen. A gyors felfedezet. Önéletrajzot beírod, hogy hát igen, előző munkahelyek, és akkor hát a számítógép előtt ültem, és hibákat kerestem a játékokba. Szereztem belőle 4 millió dollárt, azt mondom, hogy egy jó üzlet volt. Ja igen, amúgy még most nézem itt az achievementeket, az utolsó az olyan achievement, hogy nem, hogy itt 16.666 embert kell ölni. Tehát ilyen achievementet tettek bele. Sima 666 olyan nincsen? Azt nem találtam meg. 16.000-es van. Az érdekes lenne. Ha 16.666 van, akkor már csak a 16-os vegyék le onnan aztán. Hát vagy ez is, hogy nem kerekre csinálták meg. Ez is érdekes. Még ennyivel jobb volt, amivel így legutoljára többet foglalkoztam, és Steam-es játék, az a Nörnek a játéka. Abban olyan van, hogy haj meg 100-szor, meg haj meg 1000-szer. De a haj meg 100-szort azt az első végjátszásra teljesíteni is tudod szerintem. Főleg, hogyha először játszol a játékkal. Az biztos, mert akkor... Meg hogyha rossz vagy a platformerekbe. Akkor pláne. Mint én. Akkor neked ajánlom ezt a játékot. Na. Nem tudom, akkor repülne az új billentyűzetem szerintem. Na jó van, akkor első témát akkor kiveséztük, és akkor haladjunk tovább. Méghozzá akkor említettük, hogy világháborús játékok. Igen, az én témám fog jönni. No, hát akkor annyit felvezetésképp, ugye, hogy nem csak a 20. század, hanem szerintem egyetértünk abban, hogy az emberiség legpusztítóbb háborúi voltak az első és a második világháború. Sok mindent tanultunk belőle, és hát például itt most már a videójátékiparban kiváló alanyai némely játékoknak, játéksorozatoknak. Egyébként nagyon érdekes, hogy amit én észrevettem,
hogy a második világháború az az, ami a favorit, tehát arról nagyon sok játék készült, és az első világháború az valahogy így háttérbe van szorítva. Az kevésbé érdekesebb témakör a játékészítők számára. Nem tudom, hogy nektek például mi a véleményetek erről, hogy ez olyan miért lehet? Nekem az a véleményem tulajdonképpen, hogy a második világháború ugye sokkal több technikai újítást is hozott magával. Ugye jöttek az egyre erősebb tankok, a pontosabb és erősebb kézifegyverek, meg egyebek, és gondolom abból sokkal több alapanyagot lehet meríteni így egy játékba. Meg ugye akkor jöttek a tankcsaták is. Meg gondolom, hogy a ugye Hitler az eléggé kulcsfigurája volt a második világháborúnak, és ő egy olyan alkat lett, akit így nagyon szívesen megmálnak bármilyen játékban. Ez valahogy mindenki őt akarja megölni. Erről most eszembe jutott az egyik rossz PC videójátékos alany, hogy melyikbe lehetett Hitler fénugrálni tulajdonképpen? Várj, hát én kettőt is tudok mondani egyébként, mert a Mortírban is lehet, illetve a Wolfsáncéban is lehet. Én mondjuk még azért mondanám azt, hogy inkább a második világháború az, ami inkább jobban felkapott, mert az, konkrétan az volt a legpusztítóbb világháború, mert azért az elsőt, ha megnézzük. Igen, persze, tehát ugye a technikai fejlődés azért az is szerepet játszott, de mégiscsak, tehát ha úgy nézzük, a második világháború az azért, hát jó pár millió ember halálát. Hát én egyes adatok szerint, amit láttam, 52 millió ember halálát okozta. Igen, én is valamilyen 50 milliós emlékszem, tehát én is ugye úgy tanultam, tehát azért, és ugye ha úgy vetjük, egyrészt ugye már a háborúban ugye akik meghaltak katonák meg civilek, az is beletartozik valamint, amikor megtörtént ugye amikor a zsidókat vitték. Igen, a munkatáborokban. És azért az is eléggé durván követelt meg halál. Hát ugye eléggé durva megnövekedett a halálozási arány. Tehát azért én azért mondom, hogy szerintem inkább ezért jobban felkapott a második világháború, mint az első. Mert konkrétan, ha úgy nézzük, az első világháború, az tartott, nem is tudom, 4 év. Nem akarok hülyeséget mondani. Most mennyire emlékszem, de... nem is tudom, tehát azt tudom, hogy ez 18-ban volt vége. 14-től 18-ig tartott, a második meg 39-től 45-ig. Igen, tehát ugye a második az még hosszabb is volt sokkal. Igen. És ugye a másodiknak sokkal több volt sokkal jobb volt az utói élete, mert ugyebár a háborús bűnösöket is üldözték, meg aztán ugyebár iszon kis hazámban is történtek még dolgok utána. És szerintem azért mondhatni, hogy a második világháborúnak elég nagy hatása volt ezekre. Sokkal. Tehát azért, ha úgy nézzük, azért, tehát bele lehet ugye itt venni, hát ugye itt például itt ugye Magyarországon az 56. De itt ugye aztán már lehet, itt, mint világ szinten a hidegháború. Mert azért ez is beleszólt eléggé. Egyébként, hogyha úgy veszik, akkor gyakorlatilag a szovjet rendszer szétomlása, gyakorlatilag a rendszerváltásig elmehetünk, hogy mi minden következmény jött. Igen. Tehát elég messzire nyúlik szerintem ez a történet. De egyébként nem csak az első világháború bújik meg úgymond a második mögött, hanem így a játékok is. Most hadd mondjak néhány példát, amit így kiírtam a listáról, amelyek úgy gondolom talán, hogy a legismertebbek, aztán lehet, hogy hülyeséget mondok ezzel. Például Wings of War, Necrovision, Darkest of Days, Red Baron, Victoria Revolutions. Ezek mondanak egyáltalán valamit. Hát bármelyik. Ez a vicces, én mondjuk egyikre se hallottam még. Én se. Talán Red Baronról arról hallottam. Igen, arról nagyon sok játék készült, hát gyakorlatilag szerintem az egyik legnagyobb ikonja, ha szabad ezt a szót így használom, ezt a kifejezést így használom, az első világháborúnak a Vörös Báró. Arra nagyon sok játék készült, igen. Ja, meg esetleg tényleg hozzá lehet csapni az Empire Earth-et is. Ugye hát abban a stratégiai játékban 15 korszakon keresztül kell fejlődni, és hát az is egy állomás, hogy gyakorlatilag az első világháborús időszak. Vagy azt hiszem, egyben van talán mosva a kettő, nem is tudom, mert az is már rég játszottam. Értve, itt van egy, ami, hát én azt hittem, hogy dobok egy hátast, ma találtam meg ezt a játékot. Egy
török játékról van szó, az a neve, hogy Bogász Harbi. 2009-ben hát jön meg egy ilyen béta változat a játékból. Én nem tudom, hogy azóta ezt folytatták-e, én nem sok mindent találtam róla. Az a lényeg, hogy 2009-et írunk, és úgy néz ki a játék, mint egy szarab 2003-as. Az igen. Tehát ugye én hallottam a Bagát Szing nevű játékról, amelyet az egyik legrosszabb FPS-nek is tartanak, Indiának állítólag az volt a legelső játéka. Hát inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel. Nem tudom, a törökökkel kapcsolatosan én nem vagyok teljesen tisztában, hogy ők ugye a játékipar területén mennyire aktívak, vagy mennyire voltak aktívak korábban. Nem hiszem, hogy eléggé aktívak voltak, mert nem tudom, nem nagyon találkozni török játékkal. Meg egyébként, nem tudom, a felsorolta közül például a Darkest of Days is olyan, hogy azért nem csak az első világháborúról szól. Mm-hmm. Tehát az egy ilyen időben visszautazós FPS, amelyben találkozhatunk az első világháborúval is. Ez mikor játék? Melyik? Amiről most beszéltél. A Bogász Harbi? Mm? 2009-es, ha jól emlékszem. Igen, mert tulajdonképpen ez a világháború téma is most egy olyan dolog, hogy még hány bőrt lehet róla lehúzni, ugyebár meg, hogy különböző műfajokba, például FPS-be, vagy éppenséggel stratégiai játékokba, hogyan lehet ezt feldolgozni, hogy kellendő, ne csak az legyen, hogy folyton ismételgetik magukat, és maximum javul a grafika és valami ilyesmi. Nincs olyan csata, amit ne elemeztek volna ki egy-egy játékban. Most már nálam egyébként azt hiszem észre azt csinálják, hogy így a valóságot keverik a fikcióval. És erre például a Necrovision egy nagyon jó példa, hogy az első világháborúról szól, de közben ilyen lelkek, mert mit tudom, hogy megjelennek, élőholtak, stb. Vagy ugye a Sniper Elite-nek van a Nazi Zombi Army nevű játéka. Igen, hát ez is az első, meg a második rész. Ez is egy másik szemszög, hogy hogyan dolgozza fel tulajdonképpen, ahogy most van nagyon sok játék, ugyebár most nem csak a világháborús játékokra gondolok, hogy vagy egyedül, te mint az egyszemélyes hadsereg, ugyebár. Hát olyannal rengetegszer találkoztunk, igen. De hogy tulajdonképpen, hogyha már valami feldolgozza a világháborút, az nem minél reálisabban kéne tulajdonképpen, hogy áll mögötte tulajdonképpen egy csapat, és nem az van, hogy kimész mondjuk egy frontra, és egyedül lövöd a kb. 200 katonát, meg ilyesmi, hanem például így kisebb missziókat elvégezni egy csapattal tulajdonképpen, és nem szembe menni tulajdonképpen kisebb ilyen sereggel. Igen, de ha hagyjuk, vagyunk, akkor második világháborús játékokra térünk át, arra fektessük a hangsúlyt, mert szerintem ott aztán tényleg van miről beszélni. Ki mit ismer? Van rengeteg példa egyébként. Hát most egyelőre, amit így hirtelen tudok mondani, Call of Duty 2. Tehát ennek ugye az volt, amit ugye játszottam, és azt tudom, hogy ugye, hogy ahogy ment ugye a második világháború, tehát ahogy végig zajlott, tehát ugye nekem az jut hirtelen eszembe, de én nem is tudom, hogy volt még másik, ami ilyen volt. Medal of Honor például, az a Wider Suit. Azon nem játszottam túl sokat, tehát... Kár. Kár, igen, tehát... Az Airborne nagyon jó volt az a sorozat. Tehát egy hát nem is tudom mennyi egyáltalán az első pálya volt, amit játszottunk, azt is ugye suliban fel volt rakva, és kb. Úgy ennyi volt. Azzal kapcsolatban van egy nagyon érdekes történetem, amikor a MediaMart-ban, a városunk MediaMart-jában 2005-ben mentem be megvenni a Medal of Honor Elite Suit-ot, és ott álltam a pénztárnál, a pénztáros, hogy ugye lehúzta a kis gépen, tolta ki arrébb a játékot, fizettem, mennék ki, és a biztonsági őr közelít felém. Azt hittem, hogy mi akar motozni, vagy valami, hogy megnézi, hogy nincsen állam valami, és aki így ott és mondott, hogy a partra szállásnál vigyázzá. Mondom, jól van, köszönöm szépen a tanácsot. Azért is félszemmel látta, hogy mit viszel. Igen. Ő sem volt teljesen tudatlan a témában. Az jó volt. Igazából több. Eléggé távol áll ez a téma, több okból is. Egyrészt nem éppen a szívem csücske a történelem, még a világháborús igazából.
És úgyhogy tulajdonképpen én csak a Kovjatyival játszottam. Ezért túl sok mindent nem tudok mondani erről a tulajdonképpen univerzumnak mondhatni már. Hát igen, annyi féle van, és nem csak FPS-ek, hanem tényleg megnéztem, rengeteg stratégiai játék van, amely a második világháborúról szól, és ugye rengeteg szimulátor játék, amiken belül találkozhatunk repülősökkel, talán ez a leggyakoribb műfaj, aztán vannak a tankcsaták, illetve olyan is van, mint például a Silent Hunter nevű sorozat, amely tenger alatt járó szimulátor. És az még egy érdekes dolog, hogy például egy ilyen második világháborús játékban mivel akarják átadni tulajdonképpen a érzését annak, hogy ott harcol az ember, hogy most zenei aláfestéssel, vagy éppenséggel, vagy grafikai megoldásokkal, fényefektekkel, meg egyebekkel. Hát vagy a például... zene az nagyon fontos. Igen. Tehát ugye a Medal of Honor sorozat, legalábbis az Allied Assault-nak, meg talán a PlayStation-os korábbi változatoknak is Michael Giacchino csinálta a soundtrackjét. És az annyival magával ragadó, tehát majdnem azt mondanám, az ember annyira odaérzi magát, hogy ott van a 40-es években. És utána annyira örültem, amikor a Turning Point Fall of Liberty nevű játékot próbáltam ki, amely a második világháborúnak egy ilyen fikciós változatát mutatja be, hogy mi történik akkor, mert hogy állítólag Churchillnek volt 41-ben vagy 42-ben New Yorkban egy balesete, egy taxi elsodorta. És állítólag onnantól kényszerült arra, hogy bottal járjon, és fővetették a készítők, hogy mi van akkor, hogyha Churchill nem éli túl. És az egész játék úgy kezdődik, hogy megérkezik a német hadsereg, és lebombázzák a szabadságszobrot is például, amit megtámadják Amerikát, és utána Amerikában ott a káoszban kell megtalálni az utat. Igen. És te egy munkást alakítasz, aki éppen egy felhőkarcolót épít. Igen, ez is érdekes, hogy ha valami másképp alakult volna abban a világháború, most mi lenne? Mert ugyebár ez is tulajdonképpen egy eléggé kötött dolog, mivel hogyha Hitlert kivesszük a képből, akkor már tulajdonképpen jó formán nincs is háború. Hát igen, de ez a... Ha meg az anyám az 59-es igen. troli lett volna akkor, vagy 59-es igen. villamos, akkor most 59-es villamos lenne, tehát... Csak hogy tulajdonképpen... Jó, most itt van az, hogy fikció, hogy mi történt volna, ha, de tulajdonképpen ez is egy eléggé szűkebbnek mondható dolog. Hát mondjuk, hogy... igen, mondjuk ezek az érdekes, hogy ami történik, ha, és ugye itt például kapcsolódik a Wolfenstein játék. Ami érdekes módja, az pont azt a fikciót veszi elő, hogy mi történt volna, ha a németek nyerik meg a második világháborút. Igen, mondjuk az egy érdekes. És itt is például... az egyik legrégebbi. Igen, ugye a legrégebbi. Második világháborús. Igen, mert ugye az 91-es volt a 3D-s. 92-es. Kettes volt? Kettes volt. Na mindegy, tehát hogy így is elég ilyen régi volt. És ugye ha megnézzük ugye viszont az mostani, a The New Order, és hogy mennyire ezt vette be, hogy megnyerték a németek a háborút, és akkor mennyire megváltozott a világ. Még a, nem is tudom, 50-es évekre, mert hogy ugye mit tudom, hogy a főhős az egy darabig kómába esik. És eléggé ugye éveket ugrik előre. Ugyanazt próbálták meg ugye a Mortírban is megcsinálni, igen. hogy mi van, hogy a nácik nyerik a második világháborút. Ez járt a fejemben nekem is, hogy a Mortír. csak ott nem sikerült annyira jól visszaadni. Igen. Hát... A játék abból kibírhatatlan. Hát igen, főleg ott a sötétség, meg az rengeteg olyan dolog van, ami igazából az embert bosszantja. Hátulról jövök katonák, tehát... De azt már máshogy is tapasztaltam, tehát azon igen, gyakorlatilag már meg sem lepődöm. Na, én szoktam, pont ezt volt régebben mondtam, tehát amikor még általános iskolában, amikor COD2-vel foglalkoztunk, tehát eléggé durván multi szinten, tehát hogy csapatot állítottunk össze, és mindig ez volt az izé, hogy persze mondom, látom, hogy német vagy, mert hátulról támadsz le. És ez volt az izé, hogy single playerbe is ez játszódott el. És hogy tulajdonképpen még az lett az érdekes, hogy ugyebár ezeket a világháborút feldolgozó játékokat egyes nemzetek hogyan engedik kiadni tulajdonképpen, hogy cenzúrák mellett, vagy simán mehet úgy, ahogy van? Nem tudom, mert szerintem lehet, hogy engedik úgy, ahogy vagy van. Vagy gondolsz a németekre például? Igen. Igen. Ha jól olyan, tudom, simán engedik. Bár
ebben nem vagyok 100%-ig biztos, ebben majd én hallottam egy kis kiigazítás. Hallottam olyan dolgokat, hogy a németeknél voltak ilyen dolgok így világháborús játékokkal kapcsolatban, hogy egyes szimbólumokat nem akartak megjeleníteni. Az aztán még a Wolfensteinnak volt az időszakában, hogy ott még úgy nem annyira akarták, de tehát így a későbbi, a 90-es évek végén készülő játékokat meg ugye a 2000-es évek elején, azokat már simán kiengedték. Érdekes. Ott már nem voltak ilyen fennakadások emlékeim szerint. Igen, mert azért már hát ahogy nézzük azért, tehát Call of Duty 2-ben is, tehát van egy olyan pálya, ahol telében látni lehet a náci jelet. Uh-huh. Nem is tudom, talán a moszkvai pályánál. A Medal of Honorban sokkal több helyen elfordul. Hát meg most már persze, tehát most ugye játékokban azért látni lehet egy-kettő helyen. Jó, hát van ahol azért cenzúrázzák, de azért látni lehet. Hogy ott van a nagy sikerű Wolfschanze sorozat, ugye? Igen. Két része készült el, de hát... Nem tudom, én az elsőt szeretem. A második az... Nem tudom, az egy ilyen olcsó tömegjátéknak tűnik. Nekem gyakorlatilag ugyanarra a motorra épül, meg ugyanúgy néz ki, ugyanazt kell benne csinálni, mint hat másikba. Tehát abban nem tudok olyan dolgot mondani, ami így kiemelni az összes többi közül, de az első rész az nekem tetszik. Minden egyes hibájával, minden egyes hülyeségével. Hát igen, mert aztán jól összerakták. Idézőjelbe. Igen. Egyedit alkottak vele, ezt azt hiszem nyugodtan mondhatom. Mondjuk, azért nagyon elmentünk így az FPS-ekre, mert valahogy mindig, szerintem mindig ez jött az emberek eszébe, hogyha a második világháborús játék, akkor a legjobb FPS-eket így előveszik. Medal of Honor, Call of Duty, Battlefield, Brothers in Arms sorozat, Sniper Elite. Nekem erre van is egy ötletem, hogy miért, mert tulajdonképpen a emberek sokkal inkább szeretik beleélni magukat ebbe a dolgokba, hogy ott vannak a csatatéren, ott részt vesznek a csatában, és nem úgy, mint egy irányító tulajdonképpen, hanem mint maga a katona, ugyebár. Viszont a stratégiai játékban meg az, hogy gyakorlatilag Istent játszhatsz. Ott azt csinálsz elég, amit akarsz. Igen. Még a sajátjaiddal is. Igen, tehát az az, hogy konkrétan ott van a csapattársad, de olyan dísznek van ott, tehát konkrétan te nyered meg az egész háborút. Igen. És egyébként nagyon jó játékok készültek például a stratégiaiba is, tehát nem tudom, hogy ez is ilyen gyakorlatilag elfeledett klasszikus számomra legalábbis, az Axis and Allies. Nem tudom, hogy ez mond-e valami. Arról hallottam. Szerintem egy fantasztikus 2004-es stratégiai játék, és szerintem nagyon jó. De a Company of Heroes is például nagyon jó. Ott volt a Sudden Strike sorozat, hát az megint fantasztikus volt. Annak is olyan jó hangulata volt, emlékszem, annak idején a demo változatával elég sokat elmarháskodtam, és nagyon élveztem. Bár olyan nehéz volt akkor gyerekként, hogy semmit nem tudtam igazából csinálni, mert mindig agyon lőttek. Pontosan az öregemet agyon lőtték, nem tudom hányan voltak. Úgyhogy... Gyerekként az egy picit nehéz volt a Sudden Strike, de ezért nem mondom azt, hogy rossz játék. Én majd a szimulátoroknál, tehát így az a baj, hogy én amikor mondjuk így játszottam Battlefield-el valakivel, akkor is mondtam, hogy jó, én max egy tankba vagy valamivel beülök, én repülőt nem vezetek, mert én olyan hülye vagyok hozzá, hogy azt elmondani nem lehet. Én szerintem néhány méter után mindig a földnek vezetem a gépet. Nekem is az volt az első élmény. Nekem is. Hogy beülök, a repülőgép, aha, úgy meghaltam vele, mondom, jó, ott marad, inkább megyek tankkal. Mondjuk, én eddig csak két repülős dolgot próbáltam, ezek nem is világháborúhoz kapcsolódóak, ha jól tudom. Volt egy érdekes repülő szimulátor tulajdonképpen, amelyek most nem tudom a nevét, annak mindjárt utána nézek, és ugyebár volt a Google Earth-nek az a repülős szimulátora. Haros, és nem hallottam. Hogy tulajdonképpen letöltöd a Google Earth-et, és abban van egy olyan mód, hogy tulajdonképpen repülő módba végigmehetsz így a egész földön. De remélem, hogy real-time-ba csinálják, és akkor hát így Párizs-Moszkva, hárra vagy mennyi, akkor el vagy a gép előtt. Egész délután mondjuk így utazol New York meg Delhi között. Frankfurtban egy átszállás mondjuk, vagy valami. Ha minden igaz, megtaláltam ezt a játékot. Volt egy olyan játék, ami kifejezetten egy vadászgép típusra készült, az FA-18 Super Hornet a neve.
ennek a repülőnek, és ennek csináltak tulajdonképpen egy játékot, aminek FA-18 Korea neve, egy 97-es szimulátorról van tulajdonképpen szó. És nagyon érdekes a játék egyébként, mivel olyan szinten belemegy a szimulációba, hogy amivel én jól leszorokoztam, hogyha lezuhantam a géppel, akkor még küldött egy faxot a központnak, hogy tulajdonképpen nem sikerült a misszió, mert megdöglöttem tulajdonképpen, ennyire egyszerű. Megtalálták és a fekete dobozt. Igen. És van benne egy tutoriális, hogy részletesen belemegy, hogy hogyan kell vezetni egy ilyen repülőt. És akkor elképzelem, hogy mész a Malévhoz, mert mondjuk akkor még ugye volt Malév, és akkor hogy beállnék pilótán, és jó van, hol tanultak ki, és akkor mutatsz egy ilyen, itt, kinyomtatott, ilyen Matrix nyomtatóval kinyomtatott diplomát, hogy tessék, én ezzel a játékkal játszottam, a tutoriát végigcsináltam, és elvileg már mehetek repülni. Egyébként mutatok képet ebből a játékból, hogyha gondolod, ezt is beleteheted majd a leírásba. Csak találjak működő képet, mert folyton hibát ír ki mindegyikre. Na, találtam egyet. Ez volna az. Aha. És hogy úgy gondolom, hogy a Hadon is eléggé látszik, hogy már itt egy komoly játékról van szó, hogy repülős játék terén. Hát igen, mert elég részletesen van itt minden, tehát azért, hogy a leírás, meg a jó pár gomb. Igen. Ez volt a első PC játék, amely egyike egyébként, amikor először kaptam PC-t. Jól voltam vele ahhoz képest, hogy nem tudtam semmit se csinálni benne. Ez volt olyan gyerekkorban, hogy igen. Én is gyakorlatilag egy demóval szerintem végig tudtam szórakozni egy egész hétvégét. Igen. Igen, mondjuk ez is jó, hogy a demó volt ilyen, hogy nem is tudom, talán, hogy egyik ilyen boltba volt, vettem 500 forintért, egy olyan lemezt, amiben csak kis kizárólag demók voltak benne. De viszont azért ezek a régi játékok, tehát mit tudom én, ugye a Tomb Raider volt benne, Worms Armageddon, a Need for Speed 5 volt benne demóba, tehát azért úgy az még úgy elég érdekes volt. Hát nekem általában a demo lemezeken ilyen büdzsékategóriás játékok voltak rajta, olyanok, még senki nem ismert tulajdonképpen. Például volt a Viper Racing, azzal tudtam nagyon jól ellenni. Már valahol hallottam, de valahogy nekem is igen, így ismerős. Sikerült vele. Igazából tulajdonképpen szórakozni jó azzal a játékkal, de nem valami komoly. Én örülök neki, hogy én az ilyen Tomb Raider 2-nek a demójával, Worms 2-nek a demójával sikerült így sokáig játszanom, de hát azokkal is tényleg annyi időt el tudtam ütni, hogy utána meg annyira vártam, hogy meglegyen. Például a Worms 2-nek, amikor meglett a teljes változata eredeti lemezzel, hát én annyira örültem neki, mint majom a farkának. Hát igen, amikor még voltak demók, ugyebár. Ezek is így hogy kikoptak. Most már csak vedd meg. Igen, most nagyon letöltetsz ilyen béta, meg alfa, mit tudom, ilyen változatokat. Igen. Igen, tehát ez az izé, hogy ugye demo az konkrétan már nincs is, tehát nagyon eltűnt. A legrégebbi, majdnem, tulajdonképpen a legújabb játék, amivel demo, az pont egy Forma 1-es játék volt. Ha jól tudom, a 2013-hoz adtak ki, vagy 2012-hoz adtak ki demo verziót. Meg régen mennyi olyan volt, hogy a PC Guruhoz, meg a GameStarhoz adott DVD mellékleten, vagy hát régebben még CD mellékleten, ugye nem csak egész játék volt, hanem voltak játékdemók is. Meg hát vetted is tulajdonképpen a demo lemezeket. Azt is, igen. Amin volt ilyen 8-10 játékdemója. Már mindig azon gondolkodtam, hogy miért vegyek demo lemezt, hogyha picit többet áldozok, és akkor meg tudok venni egy teljes játékot, és akkor nem kell a demóval vacakolni, és akkor hergelem magamat, hogy én csinálnám tovább, de nem tudom, mert demó, és meglövöm magamat. Mondjuk ezek is érdekesek, ezek hogy demó lemez, tehát közben az volt a vicces, hogy demót azt ingyen le lehetett tölteni. Mert... Hát én volt ugye a Mitten Madness-nek találkoztam, hogy az egynek, meg a kettőnek a demóját azt az oldalról le lehetett tölteni. Az Age of Empires-nek is a demo változatát le lehetett. Szerintem még minden mai napig le lehet szedni. Biztos, hogy mai napig le lehet.
Tehát, hogy még meg se szűnt az oldal. Bár annak idején, hát 2000-es évek elején nem nagyon rendelkeztünk internettel, szóval akkor így nehéz lett volna. Tehát ezért maradt ez, hogy akkor valamilyen úton, módon lemezen beszerezni. Vagy floppin, ugye még akkor voltak, emlékszem, mondjuk én DOS-os játékokat főleg úgy szereztem be annak idején, hogy floppiztem. Nekem még ez a régi, legelső hajlékony lemez, a 8-szoros is van itthon. És érdekes. Tulajdonképpen ez a... Még a büdös életben nem találkoztam. Jó, nagy. Azt hiszem, izé van már floppy. Annyi floppyunk van, tehát még tudom, hogy valahol az megvan még. Tehát egy, nem is tudom, tehát egy jó rohadt meg doboznyi floppy van meg. Nekem csak egy olyan 15 darab talán, de ebből a 3 és felesből, tehát ebből a piciből már. Na, úgy elkanyarodtunk a világháborús játékokon. Hogy igen. Igen. Hát azon gondolkodtam egyébként, hogy tényleg így mit lehetne még ehhez hozzátenni. Az, ami még nekem például egy játéknál így nagyon megütötte a szememet, hogy ott lehetett, sőt, ha jöttem a játék elején, a németek oldalán harcolsz. Ugye, mert általában mindig a szövetségesek oldalán vagy egy katona, hogyha FPS-ről van szó, akiket neked irányítanod kell. És a Panzer Elite Actionnek az egyik részében van ez, hogy német tankokat. Azt hiszem, úgy kezdődik a játék, hogy le kell rohanni Lengyelországot. És ez így nagyon érdekes volt számomra, hogy ilyen még nem is találkoztam, hogy a németek oldalán is lehet. Van olyan játék egyáltalán, ami így a bár harcolni kell benne, de tankcsatákat elevenít fel, és ott nem katonákkal mész meg egyebek, hanem konkrétan tankokkal vívod meg a híres tankcsatákat, olyanok. Vannak olyan játékok? Nem hiszem. A Panzer Elite szerintem az a sorozat, az erről szól. Bár ott csak egy Panzer Elite játéka játszottam, úgyhogy tehát ebből nem kell messze menő következtetéseket levonni. Mert úgy gondolom, hogy ez a téma még olyan, amit még fel lehet dolgozni, mert tulajdonképpen a második világháborút, mint egy katona szemszögében már minden bőrt lenyúztak többször is. Igen, tehát aki, mit tudom én, tehát aki túl, aki valamennyire megélte a második világháborút, az persze, hogy azt körbe kérdezték, hogy hát azért milyen volt. Igen, hol harcolt meg. De mi kellett egyébként újítani? Tehát most már ugye nagyon sokszor ez van, hogy belevisz neki egy-két ilyen fikciós elemet is. Nem tudom, hogy ezt így hogy lehetne még csűrni, csavarni? Hát, már nem tudom. Már ez hogy lehetne, tehát már lehetne-e egyáltalán? Na most maximum lejátszani tulajdonképpen híresebb csatákat különböző oldalakon, nem úgy, hogy csak egyetlen egy oldalra van kihegyezve az egész, vagy éppenséggel kettőre, hanem több háborúban résztvevő ország szemszögéből például. Hát én mondjuk azt mondanám, hogy szerintem maximum azt lehetne, hogyha ami eddig, tehát amik voltak csaták, azokat végigjátszani, és úgy az összeset. Egy nagy játékot csinálnám, elejétől a végéig, azt kész. Igen. Hogy... 2015-ös grafikával. Na hát ha... Még a játékidő az mondjuk lenne egy ilyen 20 óra, 30, el lehetne vele lenni. Az biztos, tehát így is, ugye hát már azért vannak ugye panaszok, hogy hát azért sztoris játék nincsen, hát most lenne. Csak a ilyen hosszú játék menetnél a monotonitás valahogy kiküszöbölni, az egy nagyon nehéz dolog szerintem. Hát igen, szerintem ezért is tervezik az FPS-eket, ugye ilyen mennyi 3-4 óra szokott max lenni? Hát valahogy a körül, tehát kicsivel több. Az átlag. 5 óra, 5 vagy esetleg 6 a maximum. Mert én, ami aztán nekem, ami eddig a leghosszabb volt, amivel játszottam, az a Chaser nevű játék volt, az 9-10 óra volt. De annak is voltak olyan monoton részei, hogy csak így mentem benne, hogy mondom, jó, érjünk már végig, aztán utána jön a következő pálya, de hát lesz egy kis izgalom benne. Tehát erre tényleg oda kéne figyelni. Azt mondom, hogy a nevesebb szériáknál, Brothers in Arms-nál például, a Sniper-nál, ezek sikerültek. Hát az olyanokról meg, mint a Battle Strike, vagy az Airborne Hero, vagy
azt mondom, milyen jó címet tudnék még felsorolni, hát azokra ne beszéljünk. DMZ North Korea, mondjuk. Az ugyan háborús, de az nem igen. A második világháború. De igen, nem igen. Második, de háborús. És ugyanúgy rossz. Tehát, igen. Pontosabban unalmas. Tehát, az a nem játszol vele, de hát közben már mindenen gondolkodsz, hogy inkább kifugázom már a fürdőszobát, csak ne kelljen ezzel a vacakkal játszani. Majd gondom az ilyen nem sztoris játékok is már azért csapon meg eléggé a kiadások száma így a modernebb világban, mert már szerintem, hogy ötletük sincsen a kiadóknak, meg ezen is látszik, hogy mennyivel nehezebb így egy sztoris játékba fenntartani az érdeklődést, mint például egy van a portál ott, ahol alapból az a kihívás, hogy gondolkodnia kell az embernek, vagy például van ugyebár az ilyen posztáféle játékok, ahol tulajdonképpen a szórakozással tartják fenn az érdeklődést, meg hogy annyira nincs értelme a játéknak, hogy már játssza az ember. Hát nem, igen. Is, nem is tudom, hogy amelyik háborús játék van, az az Arma. Igen, a kettővel igen. Játszottam. Hogy én mondjuk jól mondjuk nem ismerem, mert én nem játszottam vele, de hát hogy abból is mit tudtak egyetlen belerakni, ami miatt ennyire felkapott. Hát ez talán egy a realitása. Sokkal reálisabb elvileg, mint a többi játék, én ezt hallottam róla. Mondjuk, hogyha a realizmus már addig a pontig megy, hogy egy golyótól meghalsz, az már inkább frusztráló. Hát, ha úgy veszik, ha úgy találnak el, akkor az a reális. Hát mondjuk igen. Jó, most a bokálőnek nem halsz meg, csak ugye nagyon fáj, de ha a fejbe kapod... Ó, és igen, ezt egyébként jó, hogy mondtad, mert eszembe jutott még egy dolog, amit így le lehetne, amiről le lehetne a húst rácsálni, hogy nem most, amikor kezdtek el divatba jönni ezek, hogy nem életerőcsík van, tehát, hogy 100 energiád van, meglőnek, akkor mondjuk lesz 83, hanem... Generálás. Hanem igen, hogy mondjuk bekapsz egy 30 golyót, akkor így vibrál, vagy mit, vörösen villog, és akkor utána elvonulsz fedezékbe, és hát. Egy 10 másodperc múlva ismét. Hát ez pont, hogy inkább az izébe jött be a kódba. Ott nagyon vetették be ezt az izét, hogy meglőnek, és akkor ott írta, hogy a fedezékbe vonulj be, és akkor már jobb lesz. Mondjuk, a kapcsolatban van egy érdekes teóriám, hogy mi szerint, bár mikor kezdett az egész videójátékipar, és egyre komolyabbak lettek a játékok, például jöttek a NES-es játékok, azok nagyon nehezek voltak, ugye bár jó pár. És mint hogyha így könnyülnének a játékok, szerintem. Minél hát... inkább támogatja az ilyen... Az olyan emberek, akik nem is jártosak ebbe meg, nem is játszanak annyira, hanem csak egyszer-kétszer leül a számítógép elé, de amúgy nem foglalkozik vele, és játszik egy-két órát, aztán ennyi. Mint ha ezt támogatnák inkább. Hát nem? Annak idején nagy dicsőség volt, még például a NES időszakban. Tehát a gyerekek, amikor dicsekedtek még egymásnak, hogy én ezt végig tudtam csinálni, akkor úgy igen. Néztek rá, mint a félistára, mint egy félistára, hogy te végig tudtad azt csinálni, hogy csináltad. Igen, mert azért, ha úgy nézzük, azért a régi játékok, tehát igen, ugye ezek a Nintendo-s korszak is, tehát ha úgy nézzük, akkor inkább több idő telt el, önmagában a sztorit meg a nehézséget összerakni, mint önmagában ugye mert ugye azért már csak ilyen 2D-s volt akkor, tehát ugye a rajzot meg a grafikáját összerakni, és ma meg annyi izé, hogy inkább több időt szánnak a modellezésre, meg a fényefektekre, meg tudja, hogy az egész környezetre, mint sem a sztorira. Igen. Mondjuk ott nem volt ugye ilyen nagy nehézségválasztás, ez azért ma már eléggé megkönnyíti. Igen. A játékok meg helyzetét, hogy ha picit néznek ítéled mondjuk normálnak, akkor ledobod easy-re, és akkor simán végig csinálod. A NES-es korszakban ugye nem is volt lehetőség menteni, mivel szerintem ott még nem tartott maga ez a technikai... Hát ha jól tudom, akkor a Famicomon lehetett bizonyos játékoknál, de nem akarok hülyeséget mondani. Aztán például a Super Mario Lost Levels esetében lehetett. Mert ugye bár amiről én először hallottam, hogy konzolok esetében a PlayStation hozta be azt, hogy voltak ugye memóriakártyák például. Igen. Bocsát, rosszul mondtam, a Super Nintendo-nál lehetett már menteni. Ott már voltak a játékok, ahol lehetett. Abba biztos vagyok. Tehát, és az már korábbi, mint a PlayStation. Tehát ott kezdődött el valahol.
így emlékeim szerint. Tehát most meg már bármikor csinálsz egy gyors mentést, és akkor nem hát, úgy jött össze, azt akkor visszatöltöd, aztán kész. Hát vagy akár vagy, hát mondjuk amelyik meg van ilyen egy autószév, akkor ott meg egy kicsikét lehetszesebb a dolog. Hát emlékszem, voltak olyan régi játékok, azt hittem a hajam kihullik, mire elérek a feléig, és akkor utána úristen mondom, mi lesz a másik fele. Nekem a legfrissebb ilyen élményem, hogy az oroszlán király doszoros verziójával próbáltam megjátszani. Abban se volt mentés, és nekem elég nehéznek bizonyult. Hát doszos korszakban nekem is volt egy jó pár játék, amivel szenvedtem, olyan Trolls, meg Cool Spot. Jó kis játékok ezek, csak némi gyakorlást igényelnek. Meg emlékszem, hogy te említettél, hogy de melyik játéktól tépte leginkább a hajad, a Ghosts and Goblins-tól? Jaj, a Ghosts and Goblins, hát és az a NES-es változat, és mostanában próbálkozom a Super Nintendo-s változatával, a Super Ghosts and Ghosts, azt hiszem, ott már változtattak egy picit a játék nevén, uh-huh. De hát az hasonlóan kegyetlen. Bár azt mondom, hogy inkább akkor szenvedek egy olyannal, mint hogy egy Heat of War, vagy egy Airborne Heroes-szerű vacakkal játszak, ami gyakorlatilag egy ilyen jellegtelen semmi. Igen, nem mindegy, hogy most egy minőségtelen játék a nehéz, vagy a minőségi. Sőt, nem, azt mondom, hogy jó minőségi játék nehéz, az ad némi kihívás, mert akkor ugye érdekel a játék többi része. Így értem. De felelem, olyan egyszerű lehet egy szarjáték, amit egy 3 éves megcsinál, az nem fog annyira lekötni. Max így egyszer megnézem magamnak, talán egyszer végigcsinálom, aztán úgy vágom arrébb a játékdobozát a lemezzel együtt, hogy csak úgy nyekken a falon, vagy az ágyon, vagy valahol, amit ér. Nos, van így még téma a világháborús játékokról? Lehet még valamit mondani igazából? Szerintem már nagyon nem, meg az időt is kihasználtok a 40 percet nagyjából. Hát nagyjából... Akkor szerintem válthatunk tehát témát. Akkor a harmadik utolsó. A harmadik és utolsó, amit akartunk felvetni, az pedig a e-sport. Igen. Igen. Ugye, mint tudjuk, a én témám, amit én választottam, az e-sport, ami a modernebb világban, amikor tulajdonképpen az informatika és tulajdonképpen a játékok is egyre inkább fejlődnek, és növik ki magukat tulajdonképpen a otthon játszós kis környezetből, tulajdonképpen olyan szintekre, hogy a külön stadionokat bérelnek érte, és jóformán 10-20 ezeres nézőközönségéről csak a stadionba játsszák le a meccseket, és online több millióan követik ezeket. És amikor már arról beszélünk, hogy a ilyen 15 éves korosztály képviseli magát a versenyeken, és 100 000 dolláros jutalmakat nyernek tulajdonképpen a csapatok, akkor meg lehet kérdőjelezni azt, hogy jogosan nevezhető ez már e-sportnak, ugye mi sport, hogy rengeteg pénzt tölnek ebbe a dologba, rengeteg felkészülést igényel, és rengeteg támogatás is tulajdonképpen. És hogy az emberek hogyan viszonyulnak ahhoz, hogy ugye az egyre fiatalabb korosztályok tulajdonképpen a számítógépen való játszásra keresik a pénzüket. Igen, mondjuk ezt én is volt, hát mondhatni kicsikét tapasztaltam, mert azért itt pár, hát olyan fiatalabb srác azért felvett, és például az egyik, az azon gondolkozott, hogy ő már e-sport szinten akar játszani a cségót. Tehát most is itt volt, aztán rám írt, mert hogy talán pont ma megy a Pesten ez a, nem is tudom, ott is ilyen e-sport... Igen, e-sport fest. Igen, igen, ez az eSports Fest, és hogy ő akart erre benevezni, ugye engem is kérdezett, hogy ugye akarok-e, csak hát mondjuk azért azt kell, hogy mondjam, azért a srácot kicsikét, hát nem mondtam neki ez igazat, de meg kell mondjam őszintén, hogy ugye, ő Silver 1-es rankban volt, és azért azt kell mondjam, amikor vele játszottam egy meccset, hát borzalmas volt. Egyébként meg így... Tehát így is ez volt az izé, hogy egyáltalán döntetlenre összetudtuk hozni a meccset. Úgyhogy hogy konkrétan csak én mentem előre, és tudtam hozni. Meg így, mielőtt folytatjuk ezt, megkérlek titeket, hogy pillancsatok rá erre a képre. Ez például a legutóbbi nagy
ilyen világbajnokságon készült az ESL Katowice-n tulajdonképpen, a 2015-ösön. Uh-huh. És nézzétek ezt a nézőközönséget tulajdonképpen, ezt egy régi nagy Counter-Strike pontatos legenda készítette ezt a képet, Markelov, aki ugyebár ott vigyorog a bal alsó sarokba. Na, nekem most frissíti a Firefoxot, úgyhogy örvendek neki. Na, én mondjuk látok, igen, tehát nem is tudom, a Markelov az mióta nem. Vagy nem, nem is. Amióta a CIA pontot így kikopott a nagyobb versenyekről, azóta ő már nem nagyon játszik. Uh-huh. Ő kívülről szurkol a régi csapatának, a Navinak, de úgy nagyon nincs már benne. Igen, mondjuk az izét volt, észrevettem például a Ninja Name Pyjamas, hogy ott is azért egy embert azért váltogattak. Uh-huh, igen. Tehát nem is tudom, talán azt hiszem Fifláren volt a igen, eredeti volt a Fifláren. És most utána berakták Michael Elite, és most megberakták. És most jön Allu. Igen, ugye Allut berakták, hogy azért ott is azért van egy kicsike változtatás csapattak terén. Viszont azt kell mondjam, hogy ahogy mondjuk én is ugye követtem ezt az idei katowicei bajnokságot, hogy azért a döntő az egy kicsikét érdekes volt. Főleg, hogy azért, hogy elsőnek ugye azt látni lehet, mert ugye, hogy a Fnatic meg a Ninjak ugye játszottak, ugye az volt a döntő, mm-hmm. És ugye nem is tudom, talán a melyik pálya volt elsőnek, talán a Purpose? A... vagy Inferno. De nem, Inferno volt talán az utolsó. Már nagyon nem emlékszem rá. Nézve a képet, azon gondolkodom, hogy mennyire lehetett tapintani a feszültséget. Ebben az arénában. Nem a Dust 2 volt az első? Ezen gondolkozom, hogy lehet Dust 2 volt az első. Na nem tudom, tehát azért érdekes volt, hogy ugye, hogy ha úgy nézzük, hát, ugye eléggé... megvan. Hogy eléggé szorosnak néződött ki, mert ugye látni lehetett, hogy amikor az első meccs volt, akkor azért elég durván látható volt, hogy a Fnatic az viszi a uh-huh. meccset. Második utána meg már inkább a Ninjáknak volt kedvezőbb, és azért a harmadik volt egy kicsikét olyan... Tehát tényleg az a adrenalin pumpáló dolog, hogy na most akkor melyik lesz a győ. Elkezdem ott a hátsó sorokba, ott is így... Szerintem már ott zsugáztak néhányan, így osztották a francia kártyát így egymásnak, hogy na, hogy a gyerekek játszunk valamit. Képpen, amit bele is raktak, ha jól tudom, az egyik híradóba tavaly. Erről kérdeznék titeket, hogy mi a véleményetek arról, hogy az átlag életkor tulajdonképpen így 19 körül megadható, mivel magán a Dreamhack-en is a elsőnek kívül a legnagyobb és a legrégebbi ilyen e-sport világbajnokságon, ha jól tudom, 15 év az alsó korhatár. Az igen, ki tudja, mikor viszik lejjebb, nem? Hogy igen, én ugye, és ez 8 évesek majd ott. Na igen, azt és nem. Hát, és remélem nem is. Mert meg kell mondjam őszintén, tehát azért itt ugye Counter-Strike esetében is azt kell mondjam, hogy mehogy azért mondhatni, hogy a 10 éves korosztályt, ugye ezek nagyon még a lent 10-12-13 évesek közt, hogy azért tehát ugye anyuci, apuci megveszi a játékot, csak ugye nem tudják, hogy azért ez nem éppen úgy neki való játék, és nem azért, mert hogy embert öl, hanem mert itt azért kicsikét gondolkozni kéne. És ugye a 12 éves gyerek is úgy játszik Csével, hogy ő most lövöldözik, mint az... És egyébként erre van is egy nagyon jó hazai példánk, hogy mit tehet egy fiatal, még tanuló viszonyban lévő emberrel. Ugye itt volt nekünk Kodiak, a magyar Counter-Strike egypontatós és szorszos legenda, aki egyetemista volt, mikor kijutott Koreába. És úgy volt vele, hogy inkább folytatja az e-sportos tevékenységeit a egyetem helyett. Uh-huh. Ő építészmérnöki egyetemre ment egyébként, mivel pályákat akar tervezni tulajdonképpen, és végül nem fejezte be, ha jól tudom. De várjál, pályákat tervezni, tehát így Csében, nem? Igen. Hát, mert most az egyik például meg is van, amit ő tervezett, méghozzá... Hotel Gellért. Igen, a Hotel Gellért, ami... az az érdekes, hogy én ezzel találkoztam, tehát magyar szervereken, hogy azért ezt, igenis, azért ezt a pályát előveszik.
Gellért Hotelt ennyi mindenben megörökíték, emlékszem a Hitmanben is megvolt. Hát most és egyéb... Galár Hotelnak, vagy minek hívták. Hát gondolom, itt... nem volt meg a licenc. Aha, tehát hát itt most meg itt ugye beletették itt egy workshopba a Gellért Hotelt is, és eléggé szép értékelést is kapott. Igen. Ráadásul. Nagyon szépen kidolgozták egyébként. Igen, és én is játszottam vele, és azt tudtam mondani, hogy le a kalappal, tehát egyszerűen nagyon jól megcsinálták de a pályát. Már a Source-t készítik tulajdonképpen, ez már, ha jól tudom, több mint egy 5 éves projekt. Aha, én mondjuk én most láttam, tehát Go-ba a pályát. És egyébként mi a történet véget? Mi mindig csinálja ezt, gondolom, akkor odakint? Hát simi. Bár abban nem vagyok biztos, hogy pont Kodiak csinálja. De csak már hát eléggé fejest ugrott az ismeretlenbe, úgymond. És a mai rohanó világban annyi minden változik, és annyira hirtelen, hogy azért én nem biztos, hogy belemernék egy ilyenbe vágni, mert ha most egyik napról a másikra azt mondják, hogy hát ez így többet nem kell nekünk, akkor ott állnék, nincsen akkor gyakorlatilag végzettségem se, és utána nincs munkám se. És onnantól kezdve nagyon nehéz felépíteni bármit. Na, rapid, egy pár percre elmegy. Ja, igen, ugye ezt igen, ugye említette, hogy el fog menni, úgyhogy annyi... annyiból akkor visszük tovább, tehát ugye... Tehát igen, ugye benne, tehát ugye az e-sport, tehát ugye most eléggé elhíresült, és nem csak a Counter-Strike tekintetében, hiszen... nagyon sokféle van. Sokféle van, és láttam ilyet, hogy például a Battlefield 4-jel is most már játszak e-sport szinten, ami ez is eléggé fura volt, egyszer láttam, tehát YouTube-on felrakva, és pont az ESL csinálta ezt meg, hogy tehát hogy Battlefield-es verseny. És ezen néztem, mondom, Battlefield-ből versenyt, mondom, hogy az Istenbe, és kajak meg volt csinálva, hogy ott volt a két csapat, és ugye egymás ellen harcoltak. Hát vagy mint StarCraft, ott aztán koreaiak azok úgy vernek mindenkit, meg ahogy azt kell. Igen, mert a... Lovát, az igen, mert a StarCraft, meg a Dota 2, meg azt hiszem pont, hogy a League of Legendsből is van e-sport. És a koreaiak azok így szétütik az európai népet. Igen, de ezt általában a stratégiátokban nagyon jól meg tudják csinálni. Emlékszem, hogy én azt hittem, hogy hát én Age of Empires-en milyen jól játszom a kettővel, és akkor így néztem egy videót, és akkor egy koreai srác, és kidobta izéket, és így 20 perc alatt szinte nullára lerombolta az összes gépet. Én meg így ültem a székemben, és így picit oldalra dőlt a fejem, és majdnem így föladtam, így eldőltem a székkel együtt. Egyszerűen az agyam alig bírta fölfogni, hogy így pakol, úgy pakol, amúgy pakol, hát basszus, én a három házat ennyi idő alatt a fölépítek. Ő meg már a félvárosát fölhúzta. Igen, tehát ez is elég érdekes, de mondjuk amúgy is szoktam ilyenekkel játszani, mert annyira türelmem nincs végig játszani vele, hogy az... Lehet, hogy ez nem nekünk termet, nem nekünk európaiaknak. Hát, vagy... Ez a műfaj. Lehet, a fene se tudja, tehát azért igen, ugye koreaiak azok mondjuk nagyon durván, tehát leülnek ilyenekkel játszani, tehát azért, hogy az európai nép ezt inkább... Tehát, hogy hogy veszi, hogy... És ott van, amikor ráadásul ezt nagyon kőkeményen csinálják, úgyhogy az akár az egészség rovására is mehet, sőt, nem egyszer hallottam olyat, hogy van, aki annyira sokat ült ott, gyakorlatilag mint egy gép, beült egy kávézóba, ahol nem emlékszem pontosan melyik játékkal, de folyamatosan minden nap odament, és órákat ölt bele, szinte a napszakokat beleölt, és egyszer csak a szervezete nem bírta tovább, és ott meghalt a gép előtt. És a többiek, azóta az igazán morbid az egész, hogy a többiek meg azt hitték, hogy csak alszik. Mert hogy szokott ilyet csinálni, hogy játszik nem tudom hány órát ott, és akkor utána picit alszik, picit relaxál. És itt is azt hitték, hogy alszik, és utána rájöttek, gondolom, hogy nem adott már tényleg életélet, nem lélegzett, nem fordult, nem horkolt, és akkor utána rájöttek, hogy hoppá, itt nagyobb baj van. És mire észrevették az egészet, már kés volt, mert halott volt. Hát mondjuk igen, tehát ezekre nagyon vigyázni kell, mert persze, tehát hogy ugye,
ha versenyre készül az ember, azért persze lehet, de ez csak mértékkel. Tehát itt is mondjuk ugye azért Counter Strike van, és akik ugye felkészülnek, azok is maximum elmennek néhány versengőre, és ők így gyakorolnak. Igen, mert mondjuk azért egy futó sem csinálja azt, hogy akkor mondjuk egy rövid távfutó, tegyük fel egy 100, egy 200 méteres sífutásra edz egy világbajnokságra egy illető, hát azért ő sem fut addig, amíg úgy kell amputálni a lábát, vagy összeesik és meghal. Igen, tehát azért, tehát azért... Tudni kell, hogy hol van a határ. Igen, tehát van ennek is egy bizonyos határa, ahol szépen abba kell hagyni. Most az a kérdés, hogy ez, kinél mikor jön el ez a pillanat, hogy így rá kell azért érezni, hogy oké, most itt abba kell hagyni, mert már érzem magamon, hogy ez így nem megy. Hát mondjuk én micsoda, tehát én nálam mondjuk az úgy szokott lenni, amikor csak úgy spontán tehát leülök csézni, tehát akkor is nem versengőzni ülök le, hanem hát egy kicsit úgy könnyedezni, hogy na hát akkor lássuk, hogy úgy mai napra hogy megy, és úgy nem tudok sokáig se ülni, mert egyszerűen hát béna volt, vagy hát nem volt rossz, és akkor is, hogy kilépek egy olyan fél óra, tehát nem több. Én a játékához adalmasabban csak akkor tudok foglalkozni, amikor én nagyon leköt, tehát most így legutóbbi példa. Hát újra elővettem a Half-Life 2-t, mondom, játszok vele, és azt vettem észre, hogy végigcsináltam egy ültömben, mert annyira lekötött. De van, amikor meg így előveszek valamit, hát így malmozok fölötte egy 20 percet, aztán kilépek, mondom, ennek most így nincs értelme. Hát én mondjuk most mit csinál, tehát én mondjuk még a kettővel nem játszottam, most még addig, ameddig az egyet ki nem viszem, addig nem vettem elő. De hát azért micsoda, hogy azért az első rész azért az nagyon durván le tud kötni. Pláne úgy, hogy kiadták ugye a Black Mesa-t, az... Nos, itt vagyok, elnézést. Az csak még dobra rajta. De megint eltértünk, hogy egy picit. Tehát itt meg vannak adva alap témakörök, aztán mindig úgy nem kell baj. Összekapkodnunk a gondolatainkat másonnan. Mutatok még valamit, amit nem biztos, hogy Attila látott, de Ádám biztos, hogy nem, ugye fején. Ez lenne a előbb emlegetett Ninja in Pyjamas-nak a tulajdonképpen székhelye, ahol gyakorolni szoktak. Ez a ház. Wow. Azért ez nem semmi. Szóval ebben is látjuk, hogy van ebbe pénz azért. Rengeteg. Hát mondjuk... Micsoda, jó kőfal van egyébként így. Mert amúgy ez is érdekes, mert tehát azért több módja van annak, hogy tehát azért ugye edzenek, tudja, itt volt említettem, tehát hogy azért úgy is szoktak, hogy azért csak random összeülnek, ugye összeül a csapat, és akkor elindul versengőzni hivatalos szerveren például. De például ugye vehetjük Pasa Bicepset, aki... Ismerem. Aki ugye azért szokott live-olni is emellett, uh-huh. Tehát hogy ő valamennyire még úgy gyakorol, hogy ő live-ozik közbe. Majd kell meg egy másik... kellemest a hasznossal. Igen. Egy másik véglet, mivel ő már azért jóval idősebb, és már van gyereke is tulajdonképpen. És hogy emellett milyen lehet igazából így úgy versenyszerűen játszani, hogy ki is megy ezekre a helyszínekre. Hát most például, hát a barátnője az kim volt. Most Katowicén. Uh-huh. Hát látni is lehetett, hogy kim volt. Hát ott mutatták is ott azért kamerával. Legalább meg lesz az utánpótlás, hogy már gyereke is van, majd ő így viszi tovább a papának a hírnevét. Hát, ha addig még ez fennmarad, akkor persze. Hát. És egyébként innen is jönnek a egyre gépigényesebb dolgok szerintem, mivel a speciál a Cségó egy olyan dolog, amit direkt úgy terveztek, hogy minél bivajerősebb gép kelljen hozzá, és minél többet költsenek rá az emberek, mivel azért messze nincs olyan grafikája, amilyen gépet igényel. Igen, mondjuk ez is, tehát ez volt benne a vicces, hogy tehát nem is tudom, tehát eléggé gyenge gépigényt írtak le, és ahhoz képest mégis, ami még volt előzőleg gépem, akkor is csak 60 FPS-et tudott maximum futni. Ami eléggé, hát hülyén nézett ki. Hát eléggé nagy hülyeség is.
Igen, mert azért, ha úgy nézzük, tehát, hogy... tehát nem is tudom, tehát, hogy ugye két magas processzor, tehát azért... Jó, két magas processzor, az persze, tehát futott a játék, de hát... de azt kellett mondjam, hogy hát azért cserélnem kellett egy a, még az ilyen első négy magosra, mert mondom, ez nem biztos, hogy, hogy azért olyan jól fog menni. És így is ez volt az, hogy amikor még a régi négy magason volt benne, akkor is, tehát 60 FPS meg, de valamikor leesett 20-ra. Igen, és a másik, hogy egy világversenyen szereplő játéktól meddig tűrhető el az, hogy ennyire csapnivaló és tele van hibákkal tulajdonképpen, amik tulajdonképpen egy mesnek a kimenetelőt is erősen befolyásolhatják, ugyebár. Igen, mondjuk ezek az érdekességek, hogy például, tehát ugye ez a maga a bajnokságon ilyen fordul elő, hogy valakit vacbannal kidobja. Igen. És nem egyszer fordult elő az ilyen, és azért ez eléggé, hát mondhatni azért kínos ugye, akik ugye a rendezvényt összeszedik, kínos a játékosnak is, és ilyenkor a csapatnak. Meg a csapatnak is, és ilyenkor a gyártónak, annak nem. Nem tudom, igazából... Lehet, hogy neki elég csak az ebből befolyó pénz, aztán kész, meg a reklám. Nekik ez is reklám. Erre nagyon jó példa például, hogy van a Titan csapat a Cségóba is, ott volt egy Kukli nevezetű játékos, ugyebár, aki később ugyanilyen bant kapott a Valve-tól tulajdonképpen, úgyhogy letiltották a Steam fiókját, úgyhogy nem tudott játszani azzal a játékkal így online. A csapatból egyből kidobták, és hát elég rossz hírnevet szerzett a játéknak. Igen, mert talán nem is tudom, tehát pont, hogy ez ami volt a Dust 2-es ugrásban a fejes lövése, azt hiszem ott kapta a bacbont, nem? Azt nem tudom, az csak úgy elhíresült dolog volt. Hát ez a Kukli és... style, most amit nagyon igen. emlegetnek. És ebből jött a vokáció, a kifejezés is, ugyebár. Ja igen, ugye a vokáció. De hogy amiatt kapta volna, azt nem. Aki esetleg nem értené, annyi a lényeg, hogy a Valve-nak a Counter-Strike játékaiban van egy ilyen anti-cheat rendszer, ha anti-csalás, ami a csalókat hivatott kiszűrni, de amit nem tesz meg. Amit úgy hívnak, hogy Valve anti-cheat, annak a rövidítése a VAC és VEC, és úgy szokták leírni, hogy vacation tulajdonképpen, hát ugye, hogyha valaki lő egy szület. Igen, ugye ez a jó kis szójáték, ugye, hogy ugye VEC, tehát ennyi a rövidítés, és akkor még hozzátenni, hogy vacation, tehát még jó, hogy nem vaccination, és akkor ugye a vakcina lesz belőle. Igen, meg mondjuk, az mondjuk szerintem lehet, hogy ez majd valami másik szituációban. Az akkor, lehet, hogyha az illető a van után tökön szúrja magát valószínűleg. Nem, az lehet akkor jön neki, hogyha beoszt valami nagyon érdekes lövést, valami jó fejest, és utána még gránát által meghal. Az már, ugye, jó, tényleg nem maradjon belőle semmi, még a vagy még érendben marad, és akkor ugye bomba le van már rakva, és akkor már bomba által hal meg, és a suicide. Ez az anti-cheat rendszer, ez, és azon gondolkodom, mert nekem a még régen, amikor F1-ben próbálkoztam bajnokságot csinálni, és egy kedves barátom, aki már akkor is így értett a programozáshoz valamennyire, ő programozott így hamarjában egy olyan kis egységet, ami így kiszűrte a Forma 1-ben a csalókat. Most aki följött a szerverre, hogyha csaló észlelt, akkor ezt így ledobta, és annyit írt ki, hogy ejnye be, ejnye. Direkt így ilyet kódolt bele, és elkézzem akkor a másik oldalon, meg ja, jó Isten áldjon, meg aki csalni próbált, azt így blokkolta. F1 Challenge volt az, amivel szinte nem is lehetett csalni, aztán az R-faktor vagy ott megoldották. Igen, hát ez még az F1 Challenge-es korszakból volt. Oh, de rég volt. És egyébként, hogy ne csak ugye a cheat-ről beszéljünk, ugye van több játék is ugye az e-sportban. Például a másik, talán jobban felkapott játék mostában a League of Legends. Igen, igen. Láttam én már régen egy-kettő. Hát... Nem igazán ugye, tehát nem néztem ugye végig ezeket a meccseket, de azért látom, hogy azért eléggé durván tolják, és ugye mondhatni főleg a keleti régiók játsszák ezt nagyon.
De ilyen hasonló... Milyen szép polkorrekt megfogalmazás volt. és micsoda, ugye ilyesfajta még a Dota 2, meg ugye a StarCraft. Itthon még például az ICL-en a Call of Duty-ket, nem négy is képviselteti magát. Az mai napig megy még? A négy. Aha. Szerintem igen. Még de azért elég érdekes. Említsük meg, hogy a League of Legends-be azért büszkék is lehetünk tulajdonképpen, mivel van egy tulajdonképpen világszinten mondhatni, hogy igencsak erős játékosunk, akinek éppen csak az a neve, hogy Vizi Csacsi. Ugye ki gondolna egy ilyen név alapján, hogy egy nagyon erős játékról van szó, és bajnokságon. De azt hogy mutasd meg mondjuk egy norvégnak, vagy egy hollandnak, hogy mondja ki, és agyvizet is kap. Amúgy igen, ezzel gondolkozom, hogy akkor aki meg közvetít, aznak meg milyen nehézség lehet kimondani, vagy ilyenkor mi jár a fejében, hogy most... Szerint... Hogy most, úgy, most hogy hívják? Én direkt akkor... kiszúrnék az ilyen közvetítőkkel, hogy ilyen elindulnék, akkor én azt a Velszi települést felszállom, és akkor na mondd ki azt, hogy Thamvar Puskvin Gizkugeri Hvindrobuszanti Sziliogogogog. És szerintem a második betűnél feladná, és azt mondaná, hogy jó, van, akkor van ez, meg az ellenfele is kész. Ennek szerintem utána járnak, mielőtt még elkezdik a versenyeket, hogy kinek hogy kell kiejteni egyébként a nevét. Hát mondjuk... Gondolom úgy, hogy megkérdezik, nyilván ez a legegyszerűbb, hát most... Akár, nyelvi emberkétől. Mind, amikor nem egy YouTube-osnál így egymással beszélgetnek a kommentelők, hogy te, ennek egyébként mi a valódi neve? Annak mi a valódi neve? De eszükbe nem jutna, hogy megkérdezzék az illetőt, hogy te, mi az igazi neved? És akkor várjál még, és akkor az a megdöbbenés, hogy Jézusom, ennek van valódi neve? Az már egy kicsikét, azt mondom, a morbidabb változat, hogy annyira, mint annak idején rengetegszer előfordult, azt hiszem például a Larry Hagman, hogy is hívták a Dallasnak a fő szereplőjét, azt hiszem Larry Hagman, hogy rengetegszer azonosították őt a szerepével, és ment az utcán, és akkor mondták neki, hogy hát Joki milyen szemétláda vagy, meg ilyesmi, és ő meg csak nézett volna az utcán békésen, de ez Magyarországon is előfordult a Nemcsák Károlyon, amikor a szomszédok ment, és akkor kérdezték, hogy Ferikém, hogy van a Jutka? Ugye, mert a szerepe szerint ő volt a vágási Feri. Igen, ott is mennyire csodálkozhatott, amikor elment izé a vajért. Igen. De a Réka sikert eztán például meg is támadták a Barátok közt szereplése miatt. Azonosították vele, és akkor azt mondta, mocskos szemét, izé, tróger, és akkor majdnem egy ridikülle kapott egy fülest. Az ilyen. Ő megmondta, hogy ez csak egy szerep, tehát nem kell komolyan venni. És akkor várjál, és akkor az aki meglátja Magdi anyust élőbe? Maga megél, nem? az konkrétan, azok lehet azt hiszik, hogy vagy zombi, vagy csoda történt. Nem, én csak a színésznőt az izén szoktam látni, van Pesten a Kosztolányi tér környékén, azt hiszem egy ilyen eurós bolt, vagy 100 forintos bolt, nem tudom én mi a neve, és akkor ő a reklámarca, és hogy igen, én minden nap ide járok vásárolni, valami ilyesmi van ott. Magdi anyus még a halála után is ide jön vásárolni. Az eurós boltba. Az eurós boltba, igen. Azt hiszem az eurós bolt. Na majd a legközelebb Pesten járok, megnézem. És egyébként arra még térjünk egy kicsit rá, hogy a e-sportoknak azon a rész, amit így tulajdonképpen játékokat nem visznek ki hivatalos versenyekre, de vegyük például a Gran Turismo 6-ot, vagy a Sim Raceway nevű PC-s játékot, ami tulajdonképpen azt a célt is szolgálja, hogy a ilyen tehetséges pilótákat valahogy valódi autó közelébe juttassák. Például a Gran Turismo-ban a Nissannak van egy ilyen tehetséggondozási programja. Igen, ezt, ahol mondjam, ezt hallottam, mert talán, hogy is mondjam, tehát hogy pont olyan, ezt hallottam, hogy a Nissannak a főnöke van, hogy pont, hogy a Gran Turismo-ban van, hogy egy néhány ilyen autót ugye belevezet, és nem is tudom, talán, hogy pont, hogy azért is kapcsolódik pont a fejese a Gran Turismo-hoz, mert valamennyire azért az ő keze is benne van, hogy, hogy a valódi vezetési élményt az meglegyen.
Igen. És az tulajdonképpen úgy működik, hogy van egy ilyen gyors körverseny tulajdonképpen, amit általában a Suzuki pályán szoktak megrendezni egy Nissan versenyautóval, az pontosan most nem tudom melyik kell, mert ha jól tudom, talán ez változó, hogy melyik típussal. És ott az első pár helyzetet elhívják oda, valamelyik támaszpontjára, hogy jól tudom, az még egy európai ilyen pont, vagyis nem kell értő Japánba kimenni. Egy ilyen barlangban van, és senki nem tud róla. És ilyen titkos labor. Igen. És nagyon érdekes egyébként a dolog, mivel ott nem csak annyin mennek keresztül a pilóták, hogy te hogy vezetsz, hogyan akarod megelőzni, meg ilyesmik, hanem az első napon csinálok egy tulajdonképpen ilyen, mint hogyha visszamennének az iskolába az emberek, hogy megtanítják őket versenyezni különböző körülmények között, hogyan használjuk a pályát, meg ilyesmi. Szóval ilyen nagyon tágkörű tanítás van ott a versenyzésről. És aztán jön az, hogy felmérik egyrészt azt, hogy milyen a fizikai állapotuk, és hogy hogyan képesek csapatba dolgozni, de nem úgy méri fel a csapatba dolgozni, hogy most kapnak egy ilyen nagyon egyszerű kis feladatot, hogy hozzanak össze valamit, hanem kiküldik őket az erdőbe, és mit, hogy ők tulajdonképpen katonai kiképzésen lennének ott. Elég érdekes körülmények között kell bérni ők a célba, és ott már az is elég megterhelő, hogy egyáltalán sérülés nélkül megúszták azt a dolgot. Annyira extrémek a körülmények. Igen. Ott például, ha jól tudom, valaki a lábát is törte már. Az igen. És aztán jönnek a ilyen tulajdonképpen felkészülések. Először vezetni kell csak ilyen lassabb autókat, mint a Formula 3-asokat, mert ugye ez még van lassabbak, mint a valódi autó, amit vezetniük kell majd, hogyha leszerződnek a Nissan csapatánál. És aztán jönnek azt, hogy felmérik azt, hogy mennyire tudja azt érezni a pilóta, hogy mit változtatok az autón egy beállítás során, vagyis hogy tudnia kell, hogy mit kell beállítani, mert ugye ő kapja a legelső visszajelzést a pályaállapotáról, meg az autónak a viselkedéséről, és tudnia kell beállítani az autót, és tulajdonképpen nagyon nagy nevek bírálják el őket. Például ott van Johnny Herbert, aki ugye a Forma 1-be is szerepelt. Igen, komolyabb, hát idézőjelben komolyabb eredményeket is elért, tehát így a futamgyőzelem még azért többször eljutott. És így végig aztán a záró dolog annyiban jön ki, hogy versenyezniük kell egymás ellen éles körülmények között. És persze az is számít, hogy melyik helyen végez, de ott pontozzák tulajdonképpen az embernek a teljesítményét. És aztán végül döntés hoznak, hogy kiből lehet Nissan pilóta. Akkor jó föl van építve. Igen. Elég komolyan megcsinálták. De egyébként visszakanyarodva, hogy az elején hangzott el az a kérdés, hogyha jól emlékszem, hogy honnantól számít e-sportnak valami. Mm-hmm. Szerintem erre egy igen egyszerű magyarázat van, hogy amit mi csinálunk, tehát így kettelésből, ez hobbi. Amikor már megjelenik a versenyszerűség, a szponzorok, a pénz, szerintem onnantól beszélhetünk már e-sportról, hogy talán a valódi sportok világában is, hogyha lehet. Fogalmazhatok ebben, mert most én lemegyek úszni az uszodába, úszok mondjuk pár host, az nekem egy kellemes kikapcsolódás. De mi nem vagy sportoló. De nem vagyok sportoló, igen. Viszont, hogyha én ezt elkezdem versenyszerűen csinálni, beiratkozom egy egyesülethez, és akkor utána versenyekre kezdek el járni, akkor már sportoló vagyok. Igaz, akkor valószínűleg ott halnék meg a vízbe, tehát én láttam, hogy edzenek az úszók. Én meg minden nagymama úgy úszkáltam el mellettük. Nem volt kellemes. Az is érdekes, hogy egy ilyen e-sport csapatnak a felépítése, ugyanis a nagyobb e-sport csapatoknak így világszinten tulajdonképpen olyan, mint egy más sport csapat, hogy van külön menedzserük. De egyesület olyanok. És vannak külön mi az? Gyorsan akartam mondani, és elfelejtettem azt a szót pszichológusaik, hogy felkészítsék őket tulajdonképpen a
versenyekre. Pont, mint a Forma 1-be például. Elképzelném, mint egy labdarúgó csapatnál, hogy így előbb-utóbb igazolni fognak majd különböző ilyen edzőket, mint egy fociban kapus edző, meg középpályásokat edzető, illetve csatár edző, és itt is majd lesz olyan, hogy van egy csapat, és akkor a bombarakó edző, mondjuk Counter-Strike-ba lövész edző, és akkor ott áll a hátra. Nem úgy lőjé, mert itt szedem le a fejedet. És akkor erőlteti bele, hogy hogyan kell azt igazából csinálni, és akkor add már ide egy félrelöki, és ő maga fogja megcsinálni a dolgot, és így kell, ezt látod, ezt nem tudod megcsinálni. Nem, úgy csinálja meg, hogy letékázza a társát, hogy fejbe, és akkor tessék, lerakom helyetted a bombát. Igen, az orosz. Bízd az edzőre, nem? Igen, ez a bízd az edzőre, majd az edző megmutatja, hogy kell. Igen. Amúgy ez is, hogy így, tehát hogy felkészítsék ugye szellemileg a játékosokat, ez mondjuk ez azért érdekes, mert én láttam ilyen videót, ahol konkrétan a meccs alatt, ahogy beszélgetnek a csapatok, zajlik le, és én azt tudnám mondani, hogy mondjuk elég, hogy túlságosan is lazán vesz a versenyt. Én legalábbis erről hallottam, hogy valószínűleg nem sok csapatnak, de néhánynak szerintem van ilyen. De amikor az jó is lehet, hogyha kicsit szabadabban veszik az egészet, mert ugye akkor talán nincs akkora druk bennük, hogyha így felszabadultan tudnak közben beszélgetni, akkor szerintem az egy pozitív hatással van. Viszont ronthatja a koncentrációt, hogyha közben hülyéskednek mondjuk. Meg ott mint én, aki már több ilyen klánba is szerepeltem, és volt egy olyan klán is, amivel tulajdonképpen ki akartunk menni egy ilyen rendezvényre, az ICR-re. Úgyhogy nekem majdnem volt csapott át e-sportba tulajdonképpen az egész. Hogy volt szerintem a legnagyobb nyomás magán a csapat vezérén van. Mert neki aztán mindent jól kell tudnia, neki fel kell tudnia mérni az ellenfelet, meg azt, hogy milyen taktikát érdemes használni. Igen, és azt a másodperc öt része alatt kell neki gyakorlatilag eldönteni, hogy meglátja, hogy azt, hogy oké, és akkor mi ezt? És akkor nincs ott idő arra, hogy és most A taktikára, B taktikát. És ezt mondta pont az egyik NIP-s játékos, Get Right a neve. Ön mondta, hogy egy taktikának a kiépítése nagyon nehéz feladat, ugyanis ott ugye van öt ember, és egyrészt azt is be kell venni, hogy ki miben jó, hogy ki jó távolharcban, ki jó közelharcban, ki az, akinek jobbak a reflexei, és rá lehet engedni a ellenfélre úgy, hogy bemegy elsőként, és ki az, akinek középen vagy hátul kell maradnia, ki tud esetleg a jól bánni ugye vele a sniperrel, és ki tud a gépkorabélyjal, meg egyebek. Úgyhogy ez egy nagyon, úgy gondolom, nehéz dolog. Hát mondjuk ez akkor is tud összeállni, amikor, tehát ha azért a csapat ugye kiismerik egymást, és akkor látszódik meg az egész, hogy na most akkor ki az, aki jobban tudja használni a VP-t, akkor kiének a kezébe kell egyből adni. Tehát egyébként itt látszik akkor, hogy tényleg mennyi felkészülés kell ehhez az egészhez. Tehát lehet, hogy vannak olyan lajkosok, akik így esetleg ránéznének, nincsenek is annyira otthon ebben a témakörben, és azt mondják, hogy jó, hát suhansz hülye gyerekek, csak itt egész nap lövöldözgetnek, aztán el van intézve alapon. De azért itt tényleg komoly taktikai felkészülésre is szükség van. Azért mondhatnék, hogy a Counter-Strike az, tehát az nem egy olyan játék, mint bármely más FPS játék, hogy leülsz és lövöldözöl. Tehát azért, tehát ez egy olyan játék, hogy itt lekülni és gondolkozni. És nem kicsit időnként olyan, mint a sakk, nem? Olyasmi. És az a hogy itt nem mint a hülye gyerek menni előre szaladni el, mert azért látom én azért, és tapasztalom meg, hogy vannak azért olyan játékosok, akik még tapasztalatlanok. Lehet, hogy magasabb szintű, magasabb rankú, de még tapasztalatlan, mert nem gondolkozik. Újoncnak lenni szerintem a legjobb. Nekem is én egyszer Medal of Honor több évig játszottam vele single-ben, mondom, egyszer fölmegyek multira, megnézem milyen. Fölmentem, 10 másodperc, puff, kaptam egy golyót. Jó van, mondom, hát kezdeti lendület, ez nem volt annyira meg. Mondom, majd most, 4 másodperc múlva kaptam egy másik golyót. Hú, ha mondom, itt bajok lesznek. Jó, mondom, még egy próba.
Megint 4 másodperc a katonagot kiléptem a francba, mondom, én nem foglalkozom ezzel többet. Igen, mert hogyha nézi egy külső szemlélő a profi játékosok a játékát, például ilyen frag movie-kból, amiket ugye ilyen lövéseket gyűjtenek össze abba a videóba, vagy éppen ilyen livestreamekből, azt nézi, hogy milyen könnyű, csak kirohan és lövi, pedig itt eléggé az észjátékos is ez, hogy hogyan tudod a másikat olyan helyzetbe kényszeríteni, hogy vert helyzetbe legyen. Igen, tehát azért az oké, okay, tehát hogy dolog, hogy beáll, és akkor mit tudom én, VP-vel leszeti az ellenséges csapatot, hát a szerencséje van meg jó. Igen. Ez is nagyon vele szerint, mert amelyik meg fogja magát és P90-nel megy, mint a golyó, és akkor elkezd darálni, ez nekem is megy. Erre szokta apám azt mondani általában, hogy többet ésszel, mint ész nélkül. Érdekes mondás. Igen, mert ezt szilveresek közt ezt el lehetne mondani, mert ez amúgy ott szokott tényleg a legtöbb probléma lenni, hogy tehát, hogy mint a season pályán is, hogy egyszerűen, tehát ilyeneket fejelek be, hogy na, megyünk akkor középen. Mint T. És erre a CT-sek középen berohannak P90-nel. Igen. És itt nem értettem, hogy most akkor nem a CT-seknek nem az a lényege, hogy fogja A vagy B lerakó helyet, hogy mi konkrétan le se tudjuk rakni a bombát? Hát itt tulajdonképpen csébe már, hogyha MMM játszol, akkor annyi a lényeg, hogy megnyerd a kört. Az igazából, ameddig nem csal az ember, addig mindegy, hogy. Mert vannak CT-ben offenzív taktikák. Hát mondjuk igen, mondjuk a legviccesebb tényleg így is, hogy az, amikor így is, hogy jó, ott állunk csoportba A-nál, már rég bemehettünk volna, de hát ugye a csapat bénázik, és ugye az ellenfél, az meg hátulról be is jön és betámad. És ugye ezeket is ugye eléggé ugye észre szoktam venni, hogy amikor, mit tudom én, dobjuk a smoke-ot, dobjuk a flash-t, miért állunk meg? Nem mernek a füstön átmenni, mert nincs a flash. Hát, de micsoda, tehát már az is elég, hogy smoke-on átmennek, de mégis, hogyha valaki eldobott egy flash, tehát akkor is tehát lehet befele menni. Úgyis az az izé, hogy amikor smoke-ot ugye eldobja az ember, azért lehet azzal is azért taktikázni, hogy jó, lehet, hogy igen, a smoke mögött ott van, de lehet, hogy nem. Hát azért a smoke-on veszélyes átmenni, ezt már... Ezt le is tesztelték, hogy mennyivel előbb meglátja az izé védekező azt, aki átjön a smoke-on. Ez mondjuk igaz, mert én is, tehát azért tehát láttam ilyet, hogy ő már ki, konkrétan a lába meg keze kín volt, és már leszettem. Uh-huh. Pedig ugye a srác még benne volt a smoke-ban. Ilyet kaptam, hogy ugye V-házok, pedig közöm nem igen volt hozzá, mert kín volt a lába, kilátszott konkrétan a fél ember, és kiszedtem. Amúgy... mindjárt aztán, mert most már lassan telik az idő. Igen. Egy valami dolgot majd még hozzáfűzök, no, még az e-sport kapcsolatban ugye a szponzorozást. No. Ami enyhén érdekes dolog az, hogy pornó oldalak is támogatják az e-sportot. Valóban. Hoppá! Valóban, és, ilyet, egy... és ilyen, én ilyet hallottam, hogy tehát vannak ilyenek, hogy azért a pornó oldalak, hogy azért úgy támogatják, csak ugye ezeket nem rakhatják ki, mert hát azért, hát csak porno. Igen. Ezzel a gondolattal folytatjuk legközelebb a viszontlátásra. Azért ennyire gyorsan ne zárjuk, de nem, igen, is, hogy... hát egyébként ez ilyen záró gondolatnak eszed a tökéletes, hogy egyébként a pornó oldalak foglalkoznak ezzel. Na jó, hát akkor... A forma is. Elképzelem, akkor ez visszafele fog így elsülni, nem? Hogy Már amikor az e-sport támogatja a porno oldalakat? Tehát... Igen, majd akkor így... Ez nem csak az e-sportba jött el, a Forma egyet is támogatta már porno. Amikor elképzelem azt, hogy csinálnak egy olyan pornófilmet, hogy tényleg a srác mondjuk ül a gép előtt, és akkor... Ne. Counter-Strike-ozik, jön be a csajsz, és ott így kultúráltan elintézi, vagy nem tudom. Hát, és akkor majd a végén kírják, hogy a támogatóink, és akkor megy ott szépen a stáblista. Hát mondjuk az is érdekes, amikor meg, mondjuk ilyet is hallottam, hogy a pornósztárok meg ugye live-olnak, és ugye ott a kettő meg ilyen hasonló. Ez a mi közöbb? Igen. Egy rövidke pillanatra más gondoltam, hogy... Én is. Mást streamelnek. Azok már rég voltak. Hát mondjuk nem tudom, hát hogy néz ki, hogy Twitch-en most ők...
Az úgy kicsikét nehezen jön össze, és akkor ezzel a záró gondolattal akkor Azt mondjuk, de el tudnám képzelni, hogy így váltogatok, és akkor mondjuk az egyiken beszélgetnek, valami másik helyen természet, a harmadikon láthatjuk, hogy mit csinálnak a mókusok a ketrecbe, a negyediken dotáznak, az ötödiken meg látok egy Laokon csoportot, és azt sem tudom eldönteni, hogy kikivel harcol. Végül is az is a természet, hogy dugnak, nem? Hát, igen. Az is, de ez most már, ez 18 plusz. Igen. Ezt meg 22 óra után, igen. Igen, úgyhogy ezt itt nem említjük meg. Nem fő műsoridőben, mert ez más téma, tehát ez lehet, mit tudom én, vasárnapi ebéd mellett megtenni, blablabla. Vasárnapi ebéd mellett. Habár, hogyha a való világot is a fő műsoridőben nyomták, és hát ott is tényleg ilyen... Ja, igen, való világot nem érdekes, meg az Eden Hotelt, meg a hasonlóakat. Kikit győz le, ilyen, nem tudom, a marxista társas játék, vagy... Kiki győzle hamarabb. Egyébként. Vasárnapi ebéd mellé, pont Vajzorék említették meg annó, hogy milyen jó a vasárnapi ebéd mellett a családdal összegyűlve lamizi lássókás reklámot látni. Igen, van. Vagy körömgomba, meg minden. Megvan a téma az ebédhez. Az biztos. Na jó van. Mindig azt mondták, hogy a csúcson kell abba hagyni. Igen, most már mert a műsoridőnknek most már itt van vége. Úgyhogy kezdünk eldurulni, úgy látom. Tehát lassan olyan irányba fogunk elmenni, hogy ha ez tovább folytatódna. Igen, igen. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, köszönjük, hogy meghallgatotok minket. Ha van valamilyen véleményetek a témákkal kapcsolatban, valamint maga a műsorral kapcsolatban, akkor kommentbe írjátok meg, valamint a leírásban mellékeltük a csatornánkat, úgyhogy lehet megtekinteni, ha szeretnétek, valamint egy e-mail címünk is van, úgyhogy ha van kérdésetek, akkor nyugodtan lehet feltenni, mi szívesen megválaszoljuk. És témát is lehet ajánlani szerintem. Mit csinált? Témát is lehet ajánlani, hogyha esetleg valakinek van. Ja, természetesen ugye lehet témát is ajánlani, úgyhogy ha esetleg van, azt is tehát szívesen fogadjuk, és akkor betesszük a műsorba, és megvitatjuk. Úgyhogy még egyszer köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és további szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok! Köszönjük a figyelmet, hello! Köszönjük, viszlát kívánok! Sziasztok!